Jó esélyt kívánok, köszöntöm ezeket, szervusztok! A ma este vendégem Vona Gábor, aki 2018-ban még a jobbik miniszterelnök jelöltje volt, jelenleg viszont a második reformkor párt elnökeként ért vissza a politikába. Beszélgetni fogunk vele arról, hogy egyáltalán milyen esélyei vannak nagy jelenzeki formációnak, miben áll a második reformkornak a lényege, és úgy egyáltalában milyen állításokat fogalmaz meg a párt a nerrel szemben azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, három dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy elindult a Partizán új hírháttér szolgáltatása a péntek reggel. Ha szeretné minden péntek reggel értesülni egy általunk fontosnak vélt témáról, és szeretnél abban elmélyedni, szeretné meghallgatni szakértőbeszélgetésünket, illetve átfogó elemzésünket hírlevél formájában, akkor a leírásban található linken keresztül iratkozz fel erre a szolgáltatásunkra. Egyébként meg, ha még nem tetted volna meg, akkor mindenképp nyilatkozz fel a csatornára is, illetve ha megteheted, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket is szintén megtalálod a már emlegetett leírásban. És akkor fordulok ma este vendégemhez, von a Gáborhoz, Szervusz Gábor, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Jó estét, szervusztok. Számos interjút adtál, mióta visszatértél a pártpolitikai szintére, de igazából magáról a reformkori szellemiségről még nem nagyon kérdezték a véleményedet. És én szeretném is ezzel kezdeni, mert szintén egy rendkívül izgalmas választás ez a részedről. Láthatóan jól is rezonál vele a fiatal felnőtt korosztály vagy szintér. Ugye ennek talán a legékesebb bizonyítéka az, hogy a fókuszcsoport által szervezett beszélgetésen, amelyen te is részt vettél, Márkizai Péter, illetve Puzsi Robert is. Ha végignézed a kommentmezőket, akkor gyakorlatilag jelentett, hogy ezt a beszélgetést, vitát, nem tudom eldönteni pontosan, hogy mi volt a műfaj, a lényeg az, hogy megnyerted, nagyon sokan tudtak rezonálni, részben az attitűdöddel, de részben pedig a reformkorral kapcsolatos szellemiségeddel. És engem az érdekelne, hogy szerinted mitől tud ennyire rezonálni az emberekben ez a gondolat, mi az, ami miatt ennyire sokaknak jelenthet valamit az a gondolat, hogy reformkor második kiadásban? Köszönöm, hogy megkérdezte végre ezt valaki. Két dolog miatt szerintem. Az egyik az, hogy ha a, azt a bizonyos nemzeti minimumot keressük, ami, ami általában szoktuk mondani, hogy nem nagyon van Magyarországon, akkor erre a reformkor talán lehet egy, egy lehetőség. Mármint, hogy a szélső baltól, a szélső jobb oldaliig kevés olyan dolog van, amiben mindannyian egyetértünk, de abban, hogy a reformkor az valami jó volt, hogy ott valami történt ezzel a nemzettel, abban szerintem egyetértünk. Tehát, hogy van egy olyan történelmi alap, egy olyan eredet, ahol, amire föl lehet állni, ez az egyik ok. A másik a politikából nagyon hiányzik a jövőkép, és ez különösen szerintem a fiatalok számára fontos. A fidesz kapcsolatban az ellenzék nem vív jövőképversenyt. Egy ilyen reakcióverseny próbál az ellenzék folytatni, meg próbál jól reagálni bizonyos szituációkra, de egy táblatos jövőképet nem rajzol ki, és én azt hiszem, hogy a másik reformkor kiindulva abból, hogy egy nemzeti minimumra épül, és, épül, és hogy annak a megismétlését tűzik ki célként, ami egy nyilván egyfajta idealizmus is, egy, 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 nagyon szép idealizmus, de mégiscsak egy olyan dolog, ami, ami, aminek vannak gyökerei a magyar társadalomban, és amire azt lehet mondani, hogy próbáljuk meg, induljunk el ebbe az irányba, és én azt hiszem, hogy a fiatalok számára ez egy olyan hívó szó, ami, ami értelmet ad a politikába való bekapcsolódásnak. Mm. Tehát, hogy, ö, volt nekem egy nagyon érdekes élményem az előválasztások idején. 2021 őszéről. 21 beszélünk, igen, és már akkor alapítványként elég sok fiatal volt körülöttem, körülöttünk, és és az egyikük azt mondta nekem, hogy ő, amióta ő úgymond politikailag felnőtté vált, vagy legalábbis követi a híreket, azóta neki mindig ugyanarról szól a politika. Fölker reggel és Orbán Viktor a miniszterelnök, lefekszik este és Orbán Viktor a miniszterelnök, és soha semmi nem változik. És, és, és ő azt mondta, hogy szeretne egyszer átélni valami történelmi dolgot valami nagy dolgot. És ez lehet, hogy a, a mai világban, amikor a politológusok azt elemzik, és ugye néztem a vétó műsorokat, és abban is azt elemezték, hogy hát hogyan lehet mozgósítani, hogyan lehet populista vagy populáris üzenetekkel szavazatokat szerezni, lehet, hogy ez ebben a versenyben kevés. Ö de én azt hiszem, hogy a nulladik lépés az az, hogy legyen egy pártnak valami ideája, valami jövőképe. Mindjárt fog majd akkor erről is beszélgetni, illetve akár a vétós kritikáról is kitérhetünk majd. De ami még érdekel reformkorra a reformkorral kapcsolatban az az, hogy mit gondolsz arról a kritikáról, mi szerint ez egy olyan toposza a, magyar történelmi és irodalom oktatásnak, ami egyrészt nagyon távol van, nagyon elnagyoltan látjuk igazából csak a legfontosabb törésvonalakat és konfliktusokat, tehát könnyű nagyon sok mindent belelátni, ami nem biztos hogy egyébként is sajátja volt a reformkornak. Tehát egész egyszerűen a közoktatásunkban annyira felülreprezentált a korszaknak a jelentősége, ami lehet egy picit csalókává teszi azt, hogy mekkora volt a valódi jelentősége. Itt ugye azért mégiscsak arról van szó, hogy egy nemesi rétegnek, ami az akkori magyar társadalomnak, hogy mennyi 5%-a volt, elindított egy felülről szervezett reformot, aminek egyébként a legfontosabb követelése itt végül egyébként a 48-as forradalom vívja ki. Tehát tömegtámogatás nélkül nem is biztos, hogy egyáltalán úgy emlékeznénk erre az időszakra, mint reformkorra. Mi gondolsz erről a kritikáról? Hát nyilván van egy mitizálás, tehát hogy egyfajta mítosszá vált a reformkor, és biztos, hogy amikor én a reformkort dicsérem, vagy mi egy ilyen eredetnek tekintjük, egy kis talpalatnyi földnek, amire föl lehet állni, meg bizonyos értelemben aktuál politikai receptnek is, de akkor majd erről beszéljünk még, akkor ebben van egy kis mítoszteremtés, ezt én nem tagadom. De ez bűn. Tehát baj az, hogyha a politika ö, megpróbál eredet mítoszt találni magának. Még akkor is, hogyha abban van némi túlzás, vagy némi... Ö, érzelmi több Szerintem nem. Szerintem ez nem probléma egy, egy részről, más részről viszont, ha még az elmúlt 200 évünkön, ugye 2025-ben lesz 200 éves a reformkor, tehát ilyen értelemben fontos évforduló is érkezünk nem sokára, akkor kevés olyan történelmi korszakot találunk, amiben tényleg egyet tudunk érteni, amit ugye említettem. Tehát sem az elmúlt 30 évben, sem a Kádár rendszerben, sem a Horti rendszerben, sem a dualizmusban nem értünk egyet. Óriási vitákat tudnak történészek, meg akár egyszerű emberek is folytatni erről, de a reformkor, még hogyha nem is feltétlenül annyira szép, mint amennyire idealizáljuk az oktatásunkban, de azért mégiscsak tudott valamit, mégiscsak történt ott valami, és én azt gondolom, hogy a reformkoriságnak a megfejtése, az nem egy történelmi feladat csupán, vagy egy történészi feladat, hanem ahogy arra már tettem utalást, számunkra egy aktuál politikai receptet is ad. Akkor hadd vitatkozzak egy kicsit a reformkorral kapcsolatban. Ha elfogadjuk azt, hogy alapvetően nem volt a mozgató az eseményeknek, akkor te ma kiben látod az ilyen típusú szubjektumát a változásnak? Tehát ki az, akik szerinted ma a reform generációját adhatják, ha felteszem azt nem a születési jogon járó vívmányokkal rendelkező, vagy előjogokkal rendelkező társadalmi osztályokból szerveznéd meg a saját, nem tudom én, támogatói körödet? Nagyon jó a kérdés, és, és erre az én válaszom az, hogy pontosan azok a fiatalok, akikről beszéltünk, akik már a rendszerváltás után születnek, vagy akár már az ezredfordulón születnek meg, számukra a világ másokkal nyitottabb, mint amilyen a korábbi generációk számára volt. És ezen fiatalságnak az értelmiségi része, a diplomás része, a, a tanultabb, világot látottabb része lehet az a, hát ha nem is nemesség, de hogy lehet az a az a társadalmi bázis, amire az egész fölépült. Nyilván nagyon fontos, és, nagy hiba lenne, hogyha egy ilyen elitista elefáncsontorony alakulna ki ebből. Tehát azt, azt mindenképpen el kell kerülni. De hogyan lehet elkerülni? Ugye, hogyha egyetértesz az, hogy csak az áprilisi törvények voltak azok, amelyek 48-ban valódi politikai eredményeket tudtak szolgáltatni a reformkor számára, akkor te hogyan látod, hogyan lehetséges ma egy tömegdemokráciában, értve minden kritikázatot a tömegdemokráciával szemben, de csak egy. Nem kritizálom a, nem a tömegdemokráciát, csak azt gondolom, hogy szükség van tömegdemokráciának impulzusokra, és hogy az, azt az impulzus valakinek meg kell adni. Tehát, hogyha arra várunk, hogy a, a tömeg adja ezt az impulzust, akkor szerintem ez nem akkor az általában valamilyen egzisztenciális düh lehet valamilyen válság időszakban. És azt is vitatom, bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, hogy itt az áprilisi törvények és a politikai eredmény csupán a reformkornak az eredménye. Ugye a beharangozóban írtátok, hogy nagyon sok pszichológiai képben beszélek mostanság, szerintem a reformkornak az igazi nagy vívmánya, az mégiscsak egy, egy lélektani eredmény volt. Lehet, hogy most ez ilyen nagyon furán hangzik, de flóba helyezte a magyarságot. Ez egész 19. századra. Tehát az én hipotézisem az, hogy nem csak a szabadságharcnak, meg ennek a társadalmi erőnek adott üzemanyagot a reformkor, hanem a dualizmus idején történő polgárosodásnak is, aminek nagyon sok korláta volt, meg nehézsége, meg, 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 meg voltak ott ellenmondások nyilván, ezért mégis a 19. század a magyarság tekintetében egy szerintem egy, egy pozitív évszázadunk volt különösen a 20. századdal egybevetve, ami meg egy borzasztó évszázadunk volt. De óra. akkor el a flóra hadd kérdezzek rá. Tehát ebbe a flóba azért alapvetően a magyar társadalom, az akkori magyar társadalom kérdése egyáltalán, hogy kikért értünk alatt, tehát mondjuk a nemzetiségeket beleértjük-e vagy sem, az szóval nagyon kis százaléka részesült belőle. És hogyha egy béka perspektívából nézzük, akkor csak azt lehetett látni, hogy az akkori magyar társadalomnak a döntő többsége számára továbbra is ugyanazok a kizsákmányoló életélmények, az alap, nem tudom én, élményei a világgal kapcsolatban, ami addig is meghatározta az életét. Tehát a polgárosodás Jótéteményeiből nagyon kevesen tudtak igazából részesedni, ha a teljes egészet nézzük. De nem biztos, hogy olyan kevesen részesültek ebből. Tehát pont a szabadságharcnak a tömegtámogatottsága az azt bizonyítja, hogy ennek a flónak a, a hatása azért elérte a szélesebb tömegeket is. Tehát, hogy vala, volt valami olyan lélektani elem benne, ami, ami magával ragadta ezt az egész korszakot. Vagy hogy ha megnézzük például akár a tetején lévő személyeket is, egy kosútot és egy szétszenyt, akik elképesztően távol álltak egymástól, vagy egy deákod, de azért mégis az általad is említett áprilisi törvények idején egy kormányban vállaltak szerepet. Tehát volt ebben a korban valami, ami, ami, a társadalom különféle csoportjait, nézőpontjait egyesíteni tudta, és szerintem én nem tudok szebb ideát, nyilván, hogyha a nézők írják meg kommentben, hogyha ha tudnak, de én nem tudok szebb ideát, mint ma a magyarság elé tárni, vagy felvetni, vagy kimondani, mint azt, hogy próbáljuk meg ezt még egyszer. Tehát nézzük meg, hogy képesek vagyunk-e még egy másik reformkorra. Akkor másik kritika a párt alapfelvetéseivel kapcsolatban. Ugye alapvetően arról beszélsz, hogy meg kell szervezni egy ilyen kvázi élcsapatot, akik majd egy kulturális reformot tudnak végrehajtani, aminek aztán meg lehet később majd a politikai kiteljesedése is. És ugye ebből az következik, hogy valószínűleg Magyarországon hiányzik ez a típusú élcsapat, és majd akkor lesz lehetőség utána valamiféle tömegdemokratikus mozgalomnak megtámogatni a követeléseket. De kicsit azért ez volt a rendszerváltás hajnalának is a helyzete. Akkor voltak népi mozgalmak, liberális mozgalmak, urbánus mozgalmak, és így tovább amelyek ugye ez egy fontos kritika a rendszerváltással kapcsolatban, gyakorlatilag a népfeje fölött megkötöttek különböző alkukat, és így megtörtént a váltás a korábbi rendszerből a szabadpiaci kapitalizmusba. Hogyan lehet elkerülni azt, hogy ez ne legyen egy ugyanilyen elitista váltás, mint amit a rendszerváltás korában megtapasztalt a magyar társadalom? Hát pont az, hogy tanulni kell a rendszerváltás hibáiból. Szerintem az egyik legizgalmasabb és legtanulságosabb feladat ma a politika előtt az, hogyha az 1989-90 vagy 88-89-90-es időszakot tanulmányozzuk. Mert akkor legalábbis az én megfejtésem szerint, vagy szerintem sokak megfejtése szerint, hiába volt Magyarország számára egy dinamikus, társadalmi értelemben dinamikus időszak. Tehát az egy, az egy a szabadság irányába mutatott dinamizmus jellemezte a társadalmat, hiába volt egy nagyon értelmes és felkészült értelmiségi rész, de a rendszerváltása nem volt mégsem politikailag felkészülve. Tehát, hogy amikor mi itt élcsapatról beszélünk meg kultúraváltásról, és akkor megint hogy utaljak a vétóba, mert szerintem ott egy picit rosszul fejtették meg azt, amit mi mondunk, vagy amit képviselünk, mi nem, nem akarjuk ezt a, nem, nem elitet képezünk. Mi, mi a politikában szeretnénk részt venni, máskülönben nem alakítottunk volna pártot. Tehát, hogy akkor megmaradtunk volna alapítvány szintjén, és akkor dolgoztunk volna a kulturális elitnek a, a, a képzésén. De hát mi ügyekkel állunk elő, amik, amik között mondjuk a fiatalok életkezdése is ott van, vagy a apartmentes önkormányzatiság kérdése. Ez nem csak az elitet érinti, vagy nem csak a társadalom felső osztályait, az óvodai ellátás kérdése. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ezt a két-kettőt párhuzamosan kell csinálni. Egyrészt szükség van egy jövőképre, szükség van egy ideára, ami kijelöli a célt, ugye az a hajó, amelyik nem tudja, hogy melyik kikötőbe tartanak, nincs kedvező széljárása. Másrésztől viszont kell egy pragmatikusság. Csak amit talán ö, még nem annyira látszik belőlünk, hiszen két és fél hónappal ezelőtt bontottuk ki úgymond az ászlót, az az, hogy mi nem akarunk gyorsan haladni. Nem akarjuk az első lépcsőfok után a negyedikre ugrani, vagy úgy tüntetni föl magunkat, úgy fölfújni a magunk lufiát, mint hogyha meg már a negyedik lépcsőfokon lennénk. És ez a realista hozzáállás, ez valószínűleg nagyon széles körben népszerű. Engem csak az érdekel, hogy ha jól értünk, egy kulturális váltásért küzdöttek elsősorban, azt gondoljátok, hogy kulturális minták kellenek ahhoz, hogy bármilyen politikai változás megtörténjen. De közben azt is lehet látni, és te pártelnökként, a korábbi pártelnökként, miniszterelnök jelöltként nyilván még élesebben láttál rá arra a helyzetre, hogy egész egyszerűen a 2010-es évek második felében Magyarországon politizálnia a vagyonnal nem rendelkező emberek számára olyan egzisztenciális kitettség, amit nagyon sokan nem engedhetnek meg maguknak. Tehát nem feltétlenül nem azért nem vesznek részt, mert nem gondolkodnak a változásban, nem elkötelezettek a hazájukért, nagyon is elkötelezettek, de nem engedhetik meg, mert félték azt a nagyon vékony kis bevételüket, amit az önkormányzattól, államtól, adott esetben magáncégektől kapnak, amiket már réges régen ural az állampárt. Tehát, hogy ha ezeket a viszonyokat nem szabadított föl, nem szabadítjátok föl, bármilyen kulturális minta tud kellő erélyel hatni a társadalomra? Erről szól például az online népszavazás kezdeményezésünk. És a mi demokrácia felfogásunk az egy diskurzív, a nyílt vitára építő demokrácia felfogás. Tehát például egy online népszavazás az azt jelenti, ami olvasatunkban, hogy évente egyszer három kérdésben szavazzon Magyarország. Egy kérdést a kormánypártok, egy kérdés az ellenzéki pártok, egy kérdés pedig a civil szféra tehetne föl. És vagyoni helyzettől függetlenül azt gondolom, hogy azért az online elérés ma már viszonylag biztosított. És ez minden évben megteremteni azt, hogy széles körű politikai vitát lehessen folytatni, és bevonódhasson a magyar társadalom az ügyekben, ne csak négy évente legyen egy ilyen demokrácia élménye, ha egyáltalán a választás ma már Magyarországon demokrácia élménynek nevezhető hanem minden évben, és ez szerintem nagyon-nagyon jót tenne. De ez hatalomra kell kerülnötök. Ehhez hatalomra kell kerülnünk, de egyébként nem Itt feltétlenül, bocsánat, nem feltétlenül, mert most is december 11-ig, akkor egy kis reklám, december 11 és 16-között online népszavazást szervezünk, pontosan a pártmentes kormányzatiság kérdésében. Tehát a magunk eszközeivel most is megpróbálunk ezért tenni, viszont még egy dologra utaljak vissza. Mondtad azt, hogy szerintünk csak kultúra váltással lehet politikai változást elérni. És ez valóban így van, mi valóban ezt gondoljuk, hogy ha önmagában csak leváltjuk a kormányt, akkor az még nem biztos, hogy Magyarországnak azonnal pozitív változás jelent, mert hogy rendszerváltásra is szükség van, de még a rendszerváltás sem biztos, hogy jót jelent, mert ez az egész ö, ö, magyar politika lényegében ugyanarra mintára épül az elmúlt száz évben, és az és a mi hipotézusunk az, hogyha csak leváltjuk szimplán a nert, de a társadalmi mintázatot, és itt nem is kulturális, hanem társadalmi reflexekről, társadalmi mintázatról beszélünk, ha ezen nem tudunk változtatni, ha továbbra is a félelemre építhető politika lesz Magyarországon a legsikeresebb, akkor Orbán Viktor eltakarítása után, pár év zavaros átmeneti időszak után megint jön valaki, aki levonja azt a konzekvenciát, amit Orbán Viktor volt le 2002 után, amikor azt mondta valószínűleg, nem voltunk ott, de azért látjuk a szemünk előtt, amikor azt mondja, hogy vagy halljuk őt, amint azt mondja, hogy ezeknek kádár kell. És megadta nekik, és működött. És majd, hogyha ha nem tudunk ezen a társadalmi mintázaton változtatni, akkor könnyen elképzelhető, hogy a NER bukása, vagy Orbán Viktor leváltása után megint jön majd valaki, egy nagyon tehetséges politikus, aki azt mondja, hogy ja, ezeknek Orbán kell. De ugye ez a társadalmi akadály, ez egy feltételes akadály a változások, ami még nagyon konkrétan akadály jelenleg, az az, hogy tömegek, milliók ebben az országban nem engedhetik meg maguknak a politizálást, mert annyira elnyomó, annyira bosszú álló az a rezsim, ami tartja őket, vagy adott esetben annyira képes volt elítetni velük, hogy utána tudnak nyúlni, hogy még azok is, akik relatíve biztonságban vannak, nem merik kockáztatni azt, hogy jövő hónapban nem tudják kifizetni a számlákat, nem tudnak tenni azt az, a, az, étkező asztalra megfelelő mennyiségű ételt. Ezeknek az embereknek hogyan lehet a politikai részvételét megoldani? Hát nyilván ez a legnehezebb kérdés. És, és azt hiszem, hogy ez már a negyedik lépcsőfok, ahol mi még nem tartunk. Tehát a, én, én azt hiszem, hogy a mi feladatunk jelen pillanatban az, hogy azokat az embereket, akik, akikben még van remény arra, hogy Magyarországon polgári társadalom építhető, mert azért azt is mondjuk ki halkan, sajnos nagyon sokak ebben már nem is hisznek már nem csak azért mennek el Magyarországról emberek, mert anyagi problémáik vannak, hanem azért, mert nem hisznek ebbe az országba többé, és, és sokszor nehéz velük vitatkozni. Szóval nekünk először azokat az embereket kell összegyűjteni itt a, az anyaországban, a határon túl, és a diaszporában is, mert hogy mi mind a három egységben gondolkodunk, tehát nekünk mind a három része fontos az egyetemes magyarságnak, tehát azokat kell összegyűjteni, akikben még van remény. Ezeknek az embereknek a hálózatát kell megszervezni, és én, és én hiszek abban, vagy mi hiszünk abban, hogy. hogy működhet a politikában koncentrikusság. Tehát, hogyha kialakul egy olyan kör, egy olyan hálózat, és most ne egy elitkörre körre gondolj, hanem azok, akik ebben részt vesznek, akik ebben hajlandóak bekapcsolódni, mert nekünk nem csak diplomás tagjaink vannak. Vannak, vannak kétkezi munkások, vagy, vagy állami dolgozó tagjaink is. Ha ezek az emberek egy hálózatba lépnek, és ez, ez, egy jövőképpen rendelkezik ez a, ez a kör, ez a politikai közösség programot tud adni, vagy ügyeket tud felvetni, akkor nyilván ez el tud kezdeni növekedni, de azzal mi nem mitegetünk senkit, hogy ma holnap a reformkorisággal és az önszerveződő Magyarországgal olyan tömeget tudunk magunk mellé állítani, hogy itt leváltjuk a nert. Ez világos, de nincs -e benne, itt benne az a tapasztalat is, hogy amikor még jobbikos miniszterelnök jelölt voltál, a legerősebb akkori ellenzéki pártnak a vezetőjeként, nyilvánvalóan a te történeted és a jobbik történet is teljesen másként alakul, ha egy százezres tömegpártnak a vezetőjeként tudsz elindulni a választáson. Nyilván szembesültél az, hogy ez Magyarországon mennyire komoly kompromisszumok, mennyire komoly lemondások, mennyire komoly áldozatok árán érhető csak el, ha egyáltalán nagyon kétséges, hogy egyáltalán elérhető-e. Benne van-e ennek a belátása és a tapasztalata is abban, hogy most egy sokkal realisztikusabb, vagy a kritikusait alapján úgy is fogalmazhatnánk, hogy kifejezetten kis ambíciói politikai projektel tértél vissza? Nagyon-nagyon ambíciójú politikai projekttel tértünk vissza, csak jelen pillanatban, ahogy mondtam, az első lépés után a másik lépésre fókuszálunk. Tehát az ambíció nagy, a másik reformkornál nagyobb ambíciót nehéz szintén a politikában most be, betenni vagy belemondani, de nyilván a realitásokat figyelembe kell venni, és a, és a pragmatikus építkezést tartjuk elsődlegesen fontosnak. Jelen pillanatban számunkra az országos szervezet felállítása az elsődleges. És biztos, hogy nagyon sok olyan korábbi tapasztalatom munkál bennem, amikor ezekben a vitákban, amikor a párton belül vitákban én képviselek valamilyen álláspontot, de talán akik benne vannak a kettő rk tudják, hogy, hogy, szinte már ilyen monomániásan azt ismételgetem, hogy először a szervezet, először a közösség, és utána a kommunikáció. De hogyha az első a szervezet, első a közösség célja az, hogy nem tudom, 2020 ig akkor lesznek legközelebb majd országgyűlés választások Magyarországon, a kettő rk a második reformkor párt százezeres tömegbázissal rendelkezem. Hát az a cél, hogy a 2026-os választásokon a, a 2RK olyan politikai közösségi váljon, erősödjön, hogy a parlamentbe be tud jutni de ehhez szükséges -e szerinted egy nagyon nagy arányú tagság? Mondom még egyszer, a százezeres szám az valószínűleg nem az, határ. az, ö, Hát százezeres tagság az, az mondjuk Ausztriába tudok elképzelni, meg mondjuk a. A lakosságszám hasonló? Ö, igen, csak tudjuk, hogy egészen más kultúrája van a párthoz való kapcsolódásnak Ausztriában, meg nálunk. tejük hozzá, megváltoztatni a kettő RK? Ö, jó lenne, de azért most mi még a jelenlegi Magyarország realitásával küzdködünk. Tehát ezt azért ö, talán nem, hogy mondjam, nem árulok el ezzel macskát. Ö, hogy borzasztóan nehéz ma pártot szervezni. Tehát arról meggyőzni a ma magyar Magyarországon bárkit, bármilyen ideológiai vagy szemléleti irányból, hogy lépjen be egy pártba. Tehát kevesebb gyűlöl dolog van ma szerintem az emberek számára, mint a pártokról egyáltalán beszélni, pláne belépni egy pártba, és vállalni azt, hogy, hogy ennek a pártnak a, nem csak a jelenével, de a nagyon bizonytalan a jövőjével is azonosulsz. Meg az én esetemben ugye még a múltjával is. Tehát, hogy itt azért nagyon-nagyon nehéz ezt a, ezt a képletet százezerig eljutatni. Én azt gondolom, hogy ha 2026-ban ennek a pártnak mind a 106 választókerületben lesz egy olyan ütőképes tagsága és egy azt körülvevő aktivista bázisa, amivel a parlamentbe jutás elérhető, akkor, akkor, mi elértük a célunkat. Csak hogy most egy kis lábjegyzetekét, vagy egy kis látleletet hagyatjak, hogy hol tartunk most. Jelen pillanatban a választókerületeknek, választóketi szinten szerveződünk, a választókerületeknek a kb. 80%-ában van már választókerületi sejt, vagy szervezet, vagy kis csapat, és kb. 50%-ahol ez a szervezet már működik is. Van egy olvasata a politikai pályafutásodnak, mi szerint mindig is volt benned egyfajta tömegszkepticizmus. Elmondom, mit értek ez alatt. 2013-ban írtál egy cikket a Magyar Hyperionban, aminek igazából az a lényege, hogy a demokrácia azért nem feltétlenül egy jó rendszer, mert az alacsony szellemű embereket, emberekhez leszállítja az igényeket, ezért alacsony minőségű lesz a rendszer maga is. És ekkor még a modernizmussal szemben fogalmazod meg a kritikádat, amit egy ilyen eltömegesedett, felhigult kornak látsz, és ezzel szemben egy magasabb rendű, régi hierarchiákra építő, épülő világot ajánlasz az olvasóid vagy a követőid számára. Ez ugye akkoriban kifejezetten a Magyar Királyság volt. 2013-ban ez volt az ajánlat, 2023-ban pedig a reformkor az ajánlat. Egyetértesz azzal, hogy alapvetően a tömeget, a népet, mint a politikai változások aktorát, azt szkepticizmussal kezeled? Nem. A demokrácia nyilván a tömeg és a társadalom legszélesebb rétegeinek a, a politikai berendezkedése. Amit, amit én kritikusnak találok, és amit amitől én nagyon óvnám magunkat, az a populizmus. Ami Miért? A... Mi a baj azzal? Az a baj, hogy hamis illúziók versenyévé teszi a politikát. nem? Hát, hogyha valami populáris, akkor itt válaszol ketté a két kifejezést. Igen. Ha valami populáris, az azt gondolom, hogy az jó. Az, egy, az azt jelenti, hogy te az üzenetedet népszerűen tudod képviselni, közvetíteni, ez tök oké. Okay. A populizmus nekem az, amikor, amikor illúziókat képviselsz, mondjuk manipulálsz, hazugságokkal próbálod az emberekben lévő, főképpen félelmet felébreszteni. Ugye a populizmus általában nem arra épül, hogy azt mondja, hogy ezt szeretném, hanem arra épül, hogy ettől védelek meg téged. És, és én azt gondolom, hogy a demokrácia folyamatosan táncol ennek a kísértésnek a határán. És ilyen, ilyen értelemben valóban nagy felelőssége van annak, aki a politikára adja a fejét, és Magyarország, a magyar társadalom pedig különösen kitett, hiszen egy törzsi viszályoktól ö, szenvedő országban élünk, ahol a, a jelenlegi kormány tökére fejlesztette a, a félelemre és a szorongásra, a társadalmi szorongásra épülő politikát. És szerintem nem jó az, hogyha az ellenzék, vagy bárki, aki a szemben ö, alternatívát akar képezni, már pedig mi alternatívát szeretnénk, az megpróbálja ezt a félelmet valamilyen másik félelemmel túllicitálni. Mert akkor igazából azzal a társadalmi mentalitással, azzal a társadalmi szemlélettel, amit mi szeretnénk megváltoztatni, azzal nem, hogy nem kezdtél semmit, hanem ugyanúgy rajta maradtál azon a, a, a nyomvonalon. Többször is utaltál már hogy igazából kosút és Széchenyi között nagyobb volt a politikai távolság, mint Orbán és Gyurcsány között. Ezt talán a lakossági fórumon is elmondta, de emlékszem, hogy elmondtad a fókuszcsoportos beszélgetésben is. Ennek ellenére szerintem ez egy fontos kérdés, hogy Kosút vagy Széchenyi. Tehát az arisztokratikus Széchenyi vagy a közlemesít Kosút áll hozzád és a második reformkor párthoz inkább közelebb. Mind a kettő. És hogy ők... Muszáj szerintem választani, pláne egy szerintem politikusnak. Nem. De nem, 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 muszáj. De miért lenne muszáj? Miért lenne muszáj? Én nem, nem érzem ezt a kényszert, hogy kellene. Ö... Nagyon más politikai és társadalmi stratégia következik az egyikből és a másikból. De nem a... látom, hogy hol egyeztethető össze, hol egyeztethető Deaknál. össze. Deáknál. Deák a kosút és Széchenyi kompromisszuma, ha lehet így ö, ö, tekinteni. De én De én, én e... inkább kiegyezés pártiak vagyok, mint reformkor pártiak? <laughs> Nem. Reformkorpártiak vagyunk, ahol szerintünk minden karakternek megvolt a maga értéke. És hogyha ha lehet esetleg a reformkort is túlicitálni, vagy abban, abban megtalálni a lényeget, akkor az pont az, hogy, hogy hogyan lehet ezeket a különféle karaktereket, akikre minden, mindenképpen szükség van, egy politikai cselekvés vagy egy politikai jövőkép irányába állítani, vagy ennek a szolgálatába állítani. mostanában a divat az ilyen mindenféle fantazikból venni hasonlatokat, hogy van egy ninja kormányunk, van egy galaxis szerintem a reformkor az a gyűrű szövetsége, ahol nagyon különféle irányokból érkező társadalmi csoportok találnak közös célokat, olyan közös célokat, amelyek, ö, amelyek nem csak hogy a modernizációt segítik, hanem, hanem a magyar társadalomnak a, a dinamizálását is. Az világos csak a gyűrű egyetértettek abban a tagok, hogy a gyűrűt el kell juttatni, és ilyen módon kell legyőzni a főgonoszt, nem pedig nem tudom én más politikai eszközöket figyelembe véve. Azért a Széchenyi és a Kossuth-féle stratégia arra vonatkozóan, hogy a birodalommal kell kiegyezni, fontolva haladni, vagy pedig radikális népi kell bevezetni, ez két nagyon különböző politikai út arra azzal a változást. Egészen az áprilisi törvényekig uh, mégis meg tudták ezt az ezt a, uh, egyensúlyt tartani. Uh, akkor és, a te politikai lelkületedhez melyik áll közelebb? Hát, hogyha most mindenképpen kell... <gül> <gül> ha mindenképpen kell választani, akkor inkább Széchenyi. De at, már látom előre, hogy akkor ebből te azt fogod kiolvasni, hogy akkor mégiscsak az elitizmus a, 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 az, ami engem motivál. Uh, de vannak olyan szituációk, amikor, megkosult, megkosultnak kell lenni. Szóval ezért nem akarok választani. Egyébként van hét bögrénk, ha már nektek is van bögrétek, nekünk is van bögrénk, és azon hét reformkori alak van is. Van, aki inkább a kosutosat szereti, van, aki inkább a szétsényit, van, aki deákot, van, aki aranyt, van, aki kölcsei. Tehát, hogy hál' Istennek a reformkorban annyi sok hősünk volt, hogy, hogy, tényleg büszkén tudunk választani akár a saját karakterünkhöz illőt, anélkül, hogy a másikat mindenképpen meg kéne tagadnunk, tehát hogy én ezért nem akarok továbbra választani. De azzal egyetértesz, hogy az ügyek mentén politizálás eljuthat olyan pontokba, amikor muszáj valamilyen értékszintézisbe lépni, azért, hogy az az értékválasztás, ami az egyik ügynél jellemző volt, és egy másik értékválasztási másik ügynél ne kerüljön teljesen ellentmondásba a párton belül. Hát a mi ugye nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy ideológiailag kik vagyunk. Tehát, hogy amikor belépünk a politikába, azt tudni kell a kedves nézőidnek is, hogy, vagy nézőknek is, hogy hogy szeptember 7-én, amikor bejelentettük ezt a pártot, illetve 9-én, amikor zászlót bontottunk, előtte már hosszú hónapokig, közel egy évig készültünk rá is. Ugye ezek megvitattuk azt, hogy pontosan kik is vagyunk, mit képviselünk, mi a programunk, és akkor mindig egy ilyen, ilyen, kínzó kérdés volt, hogy most mi hogy helyezzük el magunkat a jobb és bal, meg liberális, konzervatív, szociáldemokrata, nemzeti dimenziókban, és végülis azt éreztük, hogy egyikben sem tudjuk magunkat elhelyezni. Tehát, hogy min egyik sem, és mindegyik. Minden ideológiának vannak értékei, minden ideológiának adott ügyben lehet fontos szerepe, de azt óriási veszélynek tartjuk, amikor a XXI. században 19. századi ideológiai keretek azt mondják, hogy én egyedül tudom megváltoztatni az országot, hogy én egyedül tudom, hogy mi a helyes. Tehát én nem hiszem, hogy ma, ha valaki azt mondja, hogy mi egy liberális párt vagyunk, az a XXI. században a 21. századi problémákra minden esetben jó választ tud adni mint ahogy az sem, aki azt mondja, hogy én meg konzervatív vagyok. Tehát vannak olyan szituációk, amikor az egyik van, amikor a másik hasznosabb. Én úgy tekintek inkább az ideológiákra, mondjuk vegyük ezt a négy fő ideológiát a 19. századból, ugye liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus és nacionalizmus, ami egy ilyen homeosztatikus egyensúlyt képez. És amikor ez az egyensúly megbomlik, mert esetleg kevesebb a szabadság a társadalomban, és a társadalomnak szabadságigénye van, akkor nyilván liberálisnak kell lenni. Ha, ha felfordulás van, vagy, vagy, vagy elveszik valamiféle euh, harmónia vagy egyensúly, akkor meg valószínűleg konzervatívabbnak kell lenni. Ha az országot támadás ér, akkor nemzetinek kell lenni. Ha a jólét forog veszélyben, akkor szociáldemokratának. De miért kellene nekem a XXI. században ezek közül választanom egyet, és akkor oda egy ilyen kényszerzubonyként euh, berendezkednem? És mi erre a dilemmára találtuk ki, nyilván ez a mi terminus technikusunk, ez a mi szóhasználatunk a reformkoriság kifejezés. Tehát azt mondtuk, hogy nekünk nem ideológián van, hanem egy politikai szemléletünk, ezt reformkoriságnak hívjuk, és ez pontosan azt jelenti, hogy ügyek mentén ideológiák felett, ez is nagyon fontos, hogy ideológiák felett, tehát fontosnak tartjuk az ideológiákat, de nem akarjuk egyiket sem abszolutizálni, ideológiák felett is ügyek mentén kívánunk politizálni. Csak hogy azt, hogy mondjuk az ott esetben a jólét veszélyben van-e vagy sem, az nem csak az dönti hogy az ember alapvetően jobboldaliként vagy baloldaliként apostrofálja magát, hanem nagyon sok egyéb szempont is. Tehát azt akarom csak mondani, hogy például mondjuk az európai rekord infláció láttán az egy ideológiai meggyőződés kérdés, hogy valaki ezt jólét problémának látja, vagy pedig nem látja annak. Innentől kezdve pedig alapvetően ez fontos, hogy mondjuk ha szavaznak rátok, akkor legyen lehetőségük adott esetben ideológiai következetességgel, vagy világnézeti következetességgel számon kérni, vagy igazodni hozzátok. De nem, miért kell? Az európai, vagy a, a Magyarország infláció az ugye nyilván magasabb, mint az európai bőven, és ennek az oka nem biztos, hogy ideológia irányból megfejthető. Itt szerintem semmi másról nincs szó, mint a, a, jelenlegi kormánynak az Európai Unióval megbomlott és, és elrontott kapcsolatáról. Tehát például a mi Európai Uniós politikának az alappillére az, hogy mielőbb helyre kell állítani az Európai Unióval a megbomlott viszonyt. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell érteni az Európai Unióval, de pont azért nem tud Magyarország érdeket képviselni az Európai Unióban, mert nincs vele kapcsolatban bizalom. Tehát, hogy képzeljük el azt a szituációt, ha ma Magyarország miniszterelnöke egy Európai Uniós csúcson azt tudná mondani, hogy kedves barátaim, tagállami vezetők, mindannyian tudjátok, hogy mi ennek a közösségnek hűséges és lojális és biztos tagjai vagyunk, Meg, és, ez, és mindenki bólogat, mert így gondolja, és arra ki... nem mindenki így, de, 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 de szóval... most ez, ez, most egy, ez most egy képzeletbeli szituáció, hogy, hogy, a bizalom Magyarország iránt ö, töretlen az Európai Unió tagállamai részéről, és az ottani képviselőnk, miniszterelnökünk azt mondja, hogy e, tudjátok, hogy szívünk, lelkünk az Európai Unió, és minden, meg mindent megteszünk ennek a közösségnek az egységéért, de ebben is ebben a kérdésben nekünk van egy külön álláspontunk, és arra kérünk benneteket, hogy ezt, ezt, vegyétek figyelembe, ezért és ezért és ezért. Egészen más egy ilyen szituációban érvelni Magyarország érdeke mellett, mint hogy oda megyünk, berúgjuk az ajtót, és azt mondjuk, hogy soros a Teresznek adott interjúban, vagy hát pontosabban egy cikk készült rólatok, rólad, és ott megszólaltál te is, ott azt mondta, hogy valójában a politikai hagyatékodat is szeretnéd elrendezni. Mi a te politikai hagyatékod szerinted? Hát nagyon sok minden, és, és nem felül áll össze ez egy egész Tehát én azért egy elég megosztó figurája vagyok a magyar közéletnek, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan kijelenthetjük. És azt hiszem, hogy nagyon sok egymással ellentétes vélemény fogalmazódik meg velem kapcsolatban. Elég csak a kommentmezőimbe bele pillantani, ott ugye egyszerre vagyok gyurcsányista, és egyszerre vagyok Orbánista. Úgyhogy az én politikai hagyatékom az, azt hiszem, hogy nincs lezárva. És azért az én, ha mindenkinek van egyéni ambíciója a politikában, szerintem ez kárt lenne tagadni, nekem is van, az én egyéni ambícióm ez. Azért is kérdezem ezt, mert ugye 9 ügyet azonosítottatok be, amivel foglalkozni akartok, és ahhoz képest, hogy a reformkort jelöltétek meg uh, iránytűként, ahhoz képest látványosan hiányzik a nemzetiségek kérdésének a tisztázása a programból. Ugye te magad korábban, amikor a jobbikos rasszista politikátokkal szembesítettek, azzal érvelt, hogy ti legalább kihoztátok a napfényre ezt a kérdést, és megpróbáltátok nem tabusítani. Mindezzel együtt nem gondolod, de, hogy a második reformkor párt részéről, és főként a terészedről azért is megmondtad, hogy ellentmondásos politikai személyiség vagy, jól jönne, ha reformkorra hivatkoztok egy nagyvonalú gesztus a legnagyobb magyar államalkotó kisebbség a magyarországi cigányság irányába. De és ezt a zászlóbontókon én azt hiszem, hogy meg is tettem. E, ami nem jelenti azt, hogy nem kell újra és újra megtenni nyilván. Egyrészt elnézést kértem, másrészt pedig a, e, azt a célt tűztük ki. Ez konkrétan ügyként nem fogalmazódik meg, de van egy ilyen műhelyünk, ami ezzel dolgozik, mert hogy ez több, mint egy ügy, ez egy igazából egy, egy nagyon komplex társadalmi kérdés, de azt mondtuk, hogy a 21. században nem a cigányság felzárkóztatása már csupán a cél, hanem a cigányságnak a polgárosodása és van is egy ilyen műhelyünk, amiben egyébként vannak roma tagjaink, hála a jó Istennek, és velük együtt közösen dolgozunk azért, hogy ezt, ezt a, hát ha már ambíciós célokról beszéltünk az elején, hogy hogyan lehet elérni. Ugye a Magyarországi Középosztály részéről nagyon komoly ellenállásba ütközik az a kérdés, hogy lehet-e integráltan oktatni cigány és nem cigány gyerekeket, miközben számos tanulmány mutatja, számos társadalomtudósnak vannak nagyon meggyőző érvei amellett, hogy egész egyszerűen elképzelhetetlen egy prosperáló társadalom és a társadalmi mobilitás fölkínálása a cigányság részére, hogyha ezt nem lépjük meg. Ebből a szempontból a másik reformkorpárt. Integrációbárti a közoktatásban vagy sem? integrációpárti. Hogy lehet ebben szövetségesíteni az ellenérdeklődéseket? Csak, csak egy, egy, egy fél mondatot engedj még meg, hogy viszont itt, itt én ezt a kérés abszolút kiemelném a politika keretei közül. Tehát, hogy vannak olyan szituációk, amikor a, a különválasztás, és most nem, nem faj alapú vagy etnikai alapú különválasztásról beszélek természetesen, hanem mondjuk az adott szinthez megfelelő csoportba való kerülés az inkább segíti az integrációt, mint nem. De ezt én meghagynám a szakmának, ezt ne von a Gábor dönts meg ne a 2RK politikai pár dönts hanem a szakértők. Tehát van pár olyan téma, egyébként szerintem sokkal több, mint, mint amennyi, amennyire így gondolunk, amit a pártpolitikából ki kéne emelni. Ez például egy ilyen kérdés. Nem érgezze meg a pártok közötti viszony és a pártok közötti vita az, hogy most ki melyik oldalt képviseli. Azt hiszem, hogy ha egyébként leültetnénk a, a legkülönféle pártoknak az oktatás politikusait ebben a kérdésben, akkor kirajzolódna egy józan kompromisszum, vagy kirajzolódhatna egy józan kompromisszum arról, hogy igen, szükség van az integrációra az oktatásban is, csak ez ne politikai, mondjam, és ideológiai kérdés legyen. Nem túl nagy megközelítés ez? Inkább azt mondanám, hogy nyilván a jelenlegi magyar társadalom, meg a jelenlegi magyar politika, különösen a jelenlegi magyar politika viszonyaiból kiindulva igen, de volt már olyan ország, mint Spanyolország Franco után, ahol képesek voltak arra, hogy bizonyos kérdéseket kiemeljenek a pártpolitikai erőteréből. És, és bízunk abban, hogy Magyarországon is lehet ilyen, és m, ugye itt, amiről beszélünk, ez még most nem került ide az asztalra, de fontos, hogy, elhangol, hogy elhangozom, hogy nagyon kevés szó esik arról, hogy mi lesz a után. Mindig csak a, odáig jut a magyar ellenzék vitája, hogy váltsuk le a NERT. De milyen keveset beszélünk arról, hogy mi lesz utána, és hogy ezt hogyan építjük föl, és hogy ott, hogyan tudunk ö, úgy építkezni, hogy ne térjen vissza a NER valamilyen más formában, vagy más ideológia leple alatt, vagy akárhogyan. És például szerintem ez is egy ilyen kérdés, hogy megtalálni azokat a területeket, és az oktatás szerintem különösen ilyen, ahol, ahol, a, ahol a pártoknak egyel hátrít kell lépnie. Csak pont az oktatás esetében ugye azt nem lehet együttként kezelni, mert számos eredője van, ami miatt ilyen a magyar közoktatás. Tehát nem véletlenül akította így Orbán Viktor azt, és amíg a Fidesznek a foglalkoztatáspolitikáját és a gazdaságpolitikáját nem cseréli le az ellenzék, addig egész egyszerűen nem lehet beszélni jó közoktatásról, hiszen nyilvánvalóan ez a közoktatás pont azokat a gazdaság és foglalkoztatási célokat szolgálja, amiket Orbán Viktorék meghatároztak. Tehát hogy az a kérdésem, hogy hol látod a konfliktust, amikor az ügyválasztás és a rendszer szintű szent szemlélet már összeütközésbe kerül, és muszáj rendszer szintű válaszokat adni. Ez most nem értem ezt a kérdésedet, Marci, bocsáss meg. Önmagában azt mondja, hogy legyen jó a közoktatás, nem elégséges, mert rengeteg egyéb rendszer érint még, amikhez muszáj hozzányúlni ahhoz, hogy egyáltalán változás lehetséges legyen. Ott pedig bejön az a kérdés, hogy rendben van, de akkor végül is mik a társadalmi szempontjai a másik reformkorpártnak? Hát mi egy önszerveződő társadalmat szeretnénk. És, és ez szerintünk megelőzi a politikai ö, szempontokat. Tehát, hogy mi meghatároztuk azt a legelején, hogy ha valamit nem tudunk három mondatban elmondani, pedig a politikai marketinges ott kiabáló gyerekek ezt három szóra le kell szűkíteni, vagy három mondatra, vagy egy szlogenre, de nem lehet elmondani, mert akkor torzul az üzenet, akkor mi ezt nem fogjuk elmondani. Akkor akkor három bővített mondatban fogjuk elmondani. Tehát, hogy számunkra az önszerveződő Magyarország az azt jelenti, hogy a polgárosodó Magyarország csak egy kicsit már megkopott ez a kifejezés hogy arra tudatossági szintre a magyar társadalmat segíteni, hogy neki autonóm szereplőnek kell lennie, nem mástól várja a megoldást. Ami felelősséggel jár. Ugye jelen pillanatban az orbáni rendszer arra épül, erről is sokat szoktam beszélni, hogy van egy apa komplexus bennünk a magyar társadalomban. És, és jól esik egy nagy vezérre bízni, egy nagy vezetőre bízni a felelősségünket. Ez biztos, hogy magyar sajátosság csak? Ez, ez kelet-közép-európai sajátosság, csak azt gondolom, hogy, hogy ez még nem ment fel bennünket annak a feladata alól, hogy ezzel valamit kezdjünk világszerte azt lehet látni, a karizmatikus vezetőknek van reneszánsza, az argentin választáson is ezt láthattuk, bizonyos értelemben Donald Trump felemelkedésében is ezt láthattuk. Tehát, hogy láthatóan mindenhol alapvetően az ideológiai törésvonalak helyett alapvetően a karizmatikus vezetőkhöz húznak a választók, és azt várják el, hogy valamilyen módon, akár nem tudom, hazugságok árán is, de képes legyen elhitetni azt, hogy neki lehetőségében és képességével változást hozni. Nem látom, hogy mit talán ez magyar sajátosság. Azt nem mondtam, hogy magyar sajátosság lenne, de hogy ránk igaz, vagy hogy hangsúlyozottan igaz, azt mindenképpen állítanám. Azt viszont abban sajnos fokozhatjuk a, a problémát, hogy azért a magyar társadalmat meg jellemzik tanult tehetetlenség. Ugye 1526 óta a magyar társadalom nem élt át olyat, hogy kivívná a szabadságát, hogy megteremtené a, a saját autonómiáját, tehát általában, amikor ezt megpróbálta, akkor vagy külső, vagy belső okok miatt ebben elbukott. 500 éve nincs ilyen élményünk. Én azt szoktam mondani, hogy amikor kimegyünk tüntetni mi magyarok, akkor nem azt éljük át, mint a franciák. Ha egy francia kimegy tüntetni, akkor ő azt éli meg, hogy ez, akkor most én változtatni fogok. Ha mi kimegyünk tüntetni, akkor mi valahol azt éljük meg, hogy hát most itt kell lennem. Szolidaritást kell vállalnom a bukásban, ami, abban a, annak az ügynek a bukásában, ami miatt most kijöttem ide tiltakozni. Tehát, hogy van ez egy. Nem ilyen... volt igaz, 2015 nem. nem volt igaz, nektek magatoknak is számos tüntetésetek volt, ami segítette az de... akkori jobbiknak a fölemelkedését. Oké, okay, okay, de ettől függetlenül szerintem az, amit ezek az emberek éreztek a tüntetésen, meg amit mi érzünk általában a tüntetésen, attól még ugyanez. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy van a tudattalanunkban egy ilyen, egy ilyen tanult tehetetlenség, hogy nekünk úgyse fog sikerülni. És, és a politika, és Orbán Viktor, és a NER bizonyos erre érez rá. És ugye volt az előző miniszterelnök is, aki azt mondta, hogy tüntetnek és hazamennek. Bele is bukott. Ö, nem ebbe bukott bele hogyha nem jön a gazdasági válság, akkor nem biztos, hogy vele buk. volna ebbe a politikába. De mindegy, ez már a hitvita része lenne, tehát most ezt nem akarom feltétlenül képviselni, ezt az állást. Nem, ez egy fontos kérdés szerintem, mert azt gondolom, hogy ez alapvetően egy elit narratív azzal kapcsolatban, hogy a tömegeknek, a nép megmozdulásának valójában nincsen rendszerformáló ereje, miközben, ha megnézzük. De van, az van, egyes... pont a franciáknál mondtam, hogy van. Csak... de Magyarországon ugye. Magyar, de, de az nem elitizmus. Én csak azt mondom, ez egy, inkább egy társadalom vagy szociálpatológiai megközelítés abban az értelemben, hogy, hogy a magyar társadalom egy sebzett társadalom. És, és erre mondtam én azt, hogy Orbán Viktor olyan, mint az a pszichológus, aki ez bemegy a magyar társadalom, a beteg, elmondja a problémáit, és ez a pszichológus pedig azután nem, hogy megpróbálná kihozni ebből az állapotából egy öntudatos, önbecsülésre rendelkező közösségét tenni, hanem lényegében rátelepedik a, 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 a kórképére. Én csak azt akartam mondani, hogy szerintem nagyon sok olyan népi kezdeményezés és megmozdulásbeli győzelem van, amit egyébként nem oktatnak a történelemkönyvekben a magyar történelem vonatkozásában, és emiatt szerintem nagyon sokakban internalizálódik az a megfelfogás, hogy itt egyébként megmozdulással, tüntetéssel, demonstrációval soha semmit nem lehetett elérni. És csak az a kérdésem, hogy ez miért nem nem veszélyesebb például egy pártvezetőjeként, de. aki most mégiscsak arra törekszel, hogy embereket rávegyél arra, hogy pártmunkába vegyenek részt? De. Szerintem fontos, hogy a diagnózis az, még a könyörtelen is, az rendben legyen és valódi, valódi legyen. Mert hogyha nem jó a diagnózisod, akkor, akkor ott nem, nem fogsz tudni jó utat találni. És mégis azért a mi válaszunk nem az, hogy hát akkor szomorkodjunk közösen, hanem a mi válaszunk az, hogy második reformkor. Tehát, hogy ebbe, ebbe az állapotban azért ez egy, ez egy elég nagy mondás. Kilenc ügyet neveztetek meg, ebből kettőre szeretnék kitérni. Az első a fiatalok életkezdése, amiben beazonosítjátok a problémákat, a lakatási válság, a családalapításhoz kapcsolódó kihívások, valamint a vállalkozás indítás nehézségei. A lakatási válság azt szeretném kezdeni kormányra kerülve. tudom, hogy ez nem a közeljövőnek a lehetősége, de mégis milyen eszközökkel kezelnétek ezt a válságot? Hát például az elszabadult ár, piaci áraknak a korlátozásával egyrésztről, ott ugye az Airbnb adókat mi növelnénk, ami nyilván nem népszerű ezeknek a tulajdonosoknak a szemében, de közösségi szempontból szerintünk elkerülhetetlen, mert torzítja és emeli az árakat. Másrészt tudom, hogy ezt már ilyen közhelyszerűen montrázza az ellenzék, de szükség van a kínálatnak a növelésére, tehát bérlakásépítési programra. Megteremtél annak a lehetőségét, hogy Magyarországon egy fiatal vagy egy fiatal pár el tudja kezdeni az életét. Ugye ha megnézzük a különféle életkori szakaszokat, ma Magyarországon a legdrámaibb vagy a legnehezebb váltás, amikor ugye, átlépünk az egyik életkorból a másikba, vagy korszakból a másikba, az mindig krízis. De ma fiatalként átlépni a felnőtt korba, az, az, az borzalmasan nehéz, és ezért végtelenül cínikusnak tartom, amikor a miniszterelnök ma ma hotelezik. Tehát, hogy a bérlakásépítési program és az alvérleti áraknak a, a leszorítása. A bérlakásépítési programmal kapcsolatban azt akarom kérdezni, hogy nyilván ezt nem lehet megcsinálni nélkül, hogy ne alakítanátok át radikálisan az építőiparnak a helyzetét, tehát, hogy a nemzeti tőkevel szembeni konfliktusok vállalásának az egész sorát kellene elindítanatok ahhoz, hogy ebben bármifajta változás legyen. Így van. Szerinted mi szükséges ahhoz, hogy egy ilyen típusú változást el lehessen érni ebben az országban? Hát először is szögezzük azt, hogy szerintünk nincs nemzeti nagytőke Magyarországon. Kellene. Nagyon jó lenne, ha lenne az országnak nemzeti nagytőké, amelyik dinamizmust ad és stratégiai ágazatokban zászlósajója a magyar gazdaságnak, de amiben Magyarországon az valójában az állammal összefonódott járadékvadász réteg. Volt ez Akiket, hogy ez valaha más, hogy a ferenc óta? Lehet, hogy nem de ettől még nem biztos, hogy erre az a válasz, hogy akkor talán nem is lehet más. Tehát nagyon jó lenne, hogy lenne szerintem export és versenyképes magyar nemzeti nagy tőke, aki nem a járadékokra vadászik csupán, hanem, hanem nemzetközi szinten is méretű gazdasági teljesítményt nyújt. És, de ez most csak egy zárójeles megjegyzés volt, mert ugye nem ez az alapvető kérdésed. Szóval igen, akkor szükséges az, az építőiparnak az átalakítása is, és a, a, ha mi kormányra kerülünk, akkor, piaci viszonyok közé fogjuk kényszeríteni a nagy tőkét, a nemzeti nagy tőkét. Az ezzel kapcsolatos konfliktusok ott ugye nyilván arról van szó, hogy mondjuk akár csak Mészáros Lőrinc -szalá 100 százezer munkavállaló tartozik most hogyha különböző egyébként mindenféle cégeit egybe veszük. Amikor bekövetkezik a kormányváltás, nagyon komoly társadalmi ellenállásba ütközhet az, hogyha ezeket a tulajdonviszonyokat bármilyen szempontból megváltoztatja egy új kormány, már pedig valamilyen módon bele kell nyúlnia. hogyan lehet ezeket a viszonyokat megváltoztatni szabadpiaci körülmények között. Hát pont a szabad piaci körülmények megteremtésével. Tehát Mészáros Lőrinc azt hiszem, hogy abban a szituációban, amikor ő szabad piaci körülmények közé kerül, akkor már nem biztos, hogy olyan erős lesz, mint ami ennek jelen pillanatban tűnik. Attól én óvnám magunkat, hogy, hogy úgy próbáljunk meg jogállami viszonyokat, meg piaci viszonyokat teremteni, hogy jogállamellenes vagy, vagy piacellenes intézkedéseket hozunk. Tehát itt, itt, itt ez egy nagyon vékony jég lesz. És ott biztos, hogy, 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 nem lesz egyszerű jól dönteni, de az tény, hogy ezt a fajta járadékvadász réteget, ezt, ezt ki kell venni a magyar gazdaságból, mert toxikus. Csak ott azt hiszem, hogy három helyzettel fogsz találkozni az ott esetben miniszterelnökként, vagy megegyezel Mészáros Lőrincsel, vagy a nemzeti oligarhiával, hogy valamilyen módon ebben vállaljanak szerepet, vagy nyitod a piacot, és akkor alapvetően egyébként német, olasz, osztrák, stb. építőipari vállalatokat kell beengedni, mert nem nagyon van más olyan volumenben Mészáros Lőrincen kívül, aki erre alkalmas, vagy egy harmadik utat látok még, hogy rekvirálod a vagyonát, és valamilyen szempont alapján újraelosztod kis és közepes vállalkozások közepette. Van más út erre szerinted? hát nyilván lassú változás lehet csak elérni. Tehát, hogy szerintem a magyar vállalkozásokra is lehet, hogy abban az adott szituációban akkor rákényszerülsz, hogy külföldi vállalkozásokat is beengedje ebbe a képletre, csak nem úgy, mint a rendszerváltás után történt. Tehát nem, nem, nem olyan fajta monopólium lehetőséget teremtve a számukra, amit utána nem tudsz megtörni, vagy amit, amiben nem tudod, nem adsz lehetőséget arra, hogy a piacképes magyar nagytőke megerősödjön, vagy megjelenjen. Én nagyon más lehetőséget nem látok a rekvirálást, én azért kerülném. De akkor ebből a szempontból nagyon hamarod találhatod magadat, hogy egyébként azok a munkavállaló tömegek, akik egyébként évtizedes viszonylatban most már neres cégeknek dolgoznak, azok érdeksérelmet szenvednek, és azt láthatják, hogy a külföldi tőkéből működő vállalatok külföldi munkavállalói jutnak előnyhöz hozzájuk képes. De, de, hogy mondjam, tehát akik a, az alvállalkozói lánc alsóbb részén vannak, ők, ők elvégzik a munkájukat. Tehát, hogy őket nem kell feltétlenül az utcára küldeni. Tehát pontosan ők azok, akik, akik, a munkát így is úgy is elvégzik. És én azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy itt a tetején kell csak a, a sakbábukat tologatni. Egészségügyi prevenció ez a második pontotok. Itt arról beszélsz, hogy a mentális egészséget kellene priorizálni, illetve szó van arról is, hogy a szűrésekre építenétek, bővítve az ingyenes lehetőségek körét, elősegítve a könnyebb elérhetőséget, illetve van még egy harmadik irányvonal, az egészséges élelmiszer fogyasztása és a tömegsportok népszerűsítésére alapozva. Na most ugye a magyar a döntő többsége nem azért nem sportol feltétlenül, mert ne lenne igénye rá, hanem vagy ideje nincs rá, vagy pedig nincs a közelében mondjuk olyan ö, sportcentrum vagy bármilyen más sportolásra alkalmas infrastruktúra, ami ezt biztosítaná, illetve hogy hát az élelmiszerfogyasztás tekintetében is rendkívül módon ki van szolgáltatva az élelmiszer Inflációnak, állami eszközökkel támogatná, de akár a sportolás, akár az egészségesebb élelmiszerek beszerzésének a lehetőségét? Abszolút. Sőt, tehát az egyik ügyünk, amit most nem hoztunk itt szóba, az az élelmiszergazdaság és az élelmiszer önrendelkezés kérdése, ahol a magyar forrásokra, a magyar humán erőre és a magyar adottságokra alapozva a magyar élelmiszeripar újraépítését tűztük ki célként, vagy egyik stratégiai ágazatként, amely akár a közétkeztetésben, akár a magyar társadalom élelmiszerrel való ellátásában fontos szerepet nyújthat, vagy kell, hogy, kell, hogy nyújtson. És igen, az elit sport, amit a kormány priorizál a maga támogatás politikájában, az szerintem játszik fontos szerepet játszik a nemzeti lélektamban. Tehát én nem vagyok alapvetően stadion ellenes, vagy a, a labdarúgásba, vagy a látványsportokba érkező pénzek ellen, csak a prioritások, hogy hol vannak, az az nem mindegy. És a, a, azért az elmúlt időszakban egyre több felnőtt játszóteret látok én is, hála a jó istennek, de ma még mindig ö, ö, küzdködünk azzal a problémával, hogy ahhoz, hogy te sportolj, vagy ahhoz, hogy te mozogj, Uh, ahhoz neked egy ilyen uh, szinte ilyen felső-középosztálybeli társadalmi státuszt kell elérned. Na, hát a feladat az, hogy minél lejjebb nyomjuk ezt a fajta belépő, belépő pontot, tehát hogy a, a, a heti rendszerességű sport heti többszörös, rendszerességű sportolási lehetőséget, azt min minél több és minél szélesebb társadalmi réteg számára elérhetővé tegyük. És az élelmiszerfogyasztás esetében milyen eszközökkel élnétek? Nem tudom én, ársapkák visszavezetése, élelmiszerinfláció esetében, szociális piac működtetése, nem tudom, minden megyeszéken. Mi a megoldás? Van egy, van egy koncepciónk, a magyar élelmiszerkörök nevet adtuk neki, ezt pedig ö, biztosok hallottak már termelői piacokról, bevásárlói közösségekről, kosárközösségekről. Ezeket szerveznénk mi úgy országos segítséggel és egy árami konstruktőri ö, támogatással országos hálózattá, hogy közben ezeknek a kezdeményezéseknek a, a saját autonóm önszerveződő jellege ne sérüljön, de megvédjük őket a, 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 a piaci körülmények között is, és hozzásegítsük őket még a közétkeztetésben ahhoz, hogy pozíciót nyerjenek és pozíciót foglaljanak. Tehát, ha már csak azt elérjük, hogy a közétkeztetésben, a vodákban, iskolákban, kórházakban, államintézményekben magyar ö, élelmiszer ö, gazdaság tud piacot találni, állami segédlettel, és egészséges, jó minőségű élelmiszert adni az embereknek, és ilyen értelemben olcsón is, vagy legalábbis elérhető áron, akkor egy hatalmasat léptünk előre. 2018-ban hagytad a parlamentet, lemondtál a mandátumodról a választási vereséget követően. Az azóta eltelt, most már öst, öt évben, Forrai Rihárdal volt-e bármilyen kapcsolatod? Persze, mind a mai napig van, igen. Öm, ez üzleti jellegű volt, vagy bármilyen más esetleges közvonatkozása volt-e? Baráti, baráti kapcsolatban vagyunk. Ez kizárólag baráti kapcsolat. Igen. Ugye Forrai Richard, az, akinek a neve többször előkerült, mint a Jobbik háttérembere, ugye az iránytű központ is hozzákötődik, ő tulajdonos a vezetője, illetve a Direkt 36-nak volt egy szikrozata, ami a különböző kifizetéseket kutatta a Forrai Rihard irányába a Jobbik frakciójától, illetve a pártól. Ugye lehet tudni azt is, hogy 2022-ben egy milliárdos volt a bevétele, árbevétel összességében, tehát az elmúlt öt évben semmilyen üzleti kapcsolatban nem álltál Forrai Ugye van egy, be van jegyezve maga a párt is, az alapítvány is, mint civil szervezet, és mindkettő arra a budapesti lakcímre van bejegyezve, ami Forrai édesanyjának a tulajdonában áll, és egyébként az Opten adatbázis adatai alapján Forrai is ezt használja bejelentett lakcímeként. Miért erre a lakcímre egyeztétek be ezt a két szervezetet? Hát nem nagyon volt más, aki ezt volna. Azért. Saját lakcímedre miért nem be? Hát ott meg az én cégem van, tehát hogy nyilván fölmerült egy csomó lehetőség, ez is, de azt talán még, még, rosszabb lett volna. Forra tagja a pártnak? Nem. És nem volt egyetlen egy pártok sem, aki nevére vette volna a pártot? Hát amikor ezt elkezdtük, ugye itt egy egyesületről beszélünk, ezt tegyük hozzá, mert hogy a, a, a bírósági bejelzés a pártól nincs meg, akkor, akkor, ez volt az az opció, ami, ami, ami a legkönnyebbnek tűnt a számunkra. De miért volt ez a legkiválóbb? nem volt senki a pártokságban, aki azt mondta volna, hogy ő vállalja a lakcímszolgáltatásnak a felelősségét. Nem, nem emlékszem már pontosan ennek a, a vitájára, de nem nagyon volt akkor. Ő fölkínálta, éltünk ezzel a lehetőséggel, nem számítottunk arra, hogy ez majd ilyen politikai kérdésé válhat. És egyébként nem is hiszem, hogy, hogy, hogy ő bármilyen problémát felvet. Forra és semmilyen szempontból nem finanszírozója a nem. pártnak nem is terveztek arra, hogy esetleg hogy bármilyen módon beszálljon anyagiakkal a működtetésbe. Hát, hogyha a, a bármilyen magyarországi kis- és középvállalkozás szeretné támogatni a másik reformkornak az ügyét, akkor örömmel látjuk. De Forai Riár nem adott még pénzt a másik reformkor számára. Ugye azért fontos kérdés, mert nagyon sok kritikusot feljelentette azt, hogy 2018-ban egy nagyon biztos állást hagytál ott, milliós fizetést, azt a lehetőséget, hogy párt alkalmazottak sorát foglalkoztasd, médiafilmet és így tovább, és gyakorlatilag, mintha semmibe ugrottál volna. Azt továbbra is tartott, hogy 2018-tól kezdődően, tehát ahogy lemondtál a parlamenti mandátumodról, sem a jobbik, sem a jobbikhoz köthető civil szervezetek, üzleti vállalkozások nem finanszírozták a közéleti tevékenységet. Senki nem filozta, finanszírozta az én közéleti tevékenységemet. Én létrehoztam egy céget, és abból éltem az elmúlt öt évben, is, most is jelenleg is abból élek. A segítesz megérteni, hogy a cég alapítása honnan volt a 3 millió forintot, ha közben a legutolsó parlamenti vagyonnyilatkozatot alapján nem rendelkeztél az ehhez megfelelő pénzekkel? Hát ott rossz, azt a telek szírt, de ott tévedett. Hát, hogyha megnézte volna hogy alaposabban a vagyonnyilatkozatomat, akkor ott benne lett volna, hogy rendelkeztem. Már akkor 2018 első felében közel 3 millió forintot nyertem perekből. Hány megnyert pered van egyébként kifejezetten helyreigazítások a Fidesz médiával szemben? Fú, nem tudom a számát, nagyon sok. És jelenleg van olyan, ami, végrehajtás alatt álltad, aminek a bevételeit várod? Van még, igen. Sok? Már nem sok. Már nem sok? Már nem sok. Nagyságrendileg ezekből mekkora pénzösszeg állt a rendelkezésedre az elmúlt években? Hát több 10 millió forint, de most meg nem mondom neked, hogy, hogy mennyi. Tehát, Tehát olyan... Több 10 millió forint összességében. szerintem igen. És akkor azt lehet mondani, hogy igazából a megélhetési költségedet nagy részt ez az összeg fedezte? Nem, nem, én a cégemből éltem. Tehát nekem a, a, a perek nyilván azért a, a, az anyagi helyzetemhez, de, de nem ebből éltem. Ugye ez egy magáncég, tehát nyilvánvalóan nem tartozol a beszámolásról arra vonatkozóan, ki az, ki az ügyfélköröd, de azt ki tudod-e jelenteni, hogy párt vagy kifejezetten ilyen szempontból közfinanszírozásban részesülő intézményszervezet nem volt az ügyfélkörödben? Nincs, nincs sem párt, sem, sem ilyen közpénzpiaci szereplők a, a, az én ügyfeleim, kommunikációs és stratégiai tanácsadással foglalkozik a cégem. Éppen ezen keresztül adtam ki a könyveimet is, az elmúlt Igen. öt évben írtam három könyvet szerepeltem, elemeztem egy csomó helyen a médiában, de közpénzt, vagy közpénzzel kapcsolatos bevételem nem volt. Ugye a második reformkor párt úgy szervezett ki, nem kap állami támogatást. Te jelenleg úgy, hogy a párt elnökségét viszed, ami nyilván egy 24 órás munkakör. Mivel tudsz megélni? Miből tudod Ebből biztosítani? A cégből. Tehát továbbra is, ahogy mondtam, ebből a cégből. Élek, a van és nem cíli kapok munkád. A... Van, így van. Tehát továbbra is ez a cég, ennek a cégnek én vagyok továbbra is az ügyvezetője, ennek a cégnek vannak ügyfelei. Egyébként, hogyha ha bárki esetleg érdeklődik, akkor kommunikációs és stratégiai tanácsban nyugodtan keressen meg és adok ajánlatot. rá pár... időd? Hát nyilván most azért kevesebb, de de meg kell érni valamiből, akkor az ember időt szakít rá. Uh -huh. Ugye még egy fontos dolog, ami a telekcikkéből kiderült, hogy 2018-at követően lett egy 55 négyzetméteres lakás ott Törökországban, illetve egy 107 négyzetméteres lakás a villányi úton. A török lakásért a cikk szerint 20 millió forintot fizettetek, a villányi lakásra pedig egy közel 50 milliós hitelt, illetve 600 ezeres csokot vettetek föl. Itt fölmerül az a kérdés, hogy ha 2018-ig, amíg volt fix bevételed, nem tudtál szerteni ilyen ingatlan vagyonra, akkor 2018-at követően mi miatt volt erre lehetőséged? Hát ugye a 2000, tehát a lakást, az a 20 millió forint körül lakást, az vettük, azt a, azt a perek bevételéből vettük. Miért pont ott? <laughs> e, huha, e, hát én volt egy olyan időszak az életemben, abban az időszakban, amikor elgondolkodtam konkrétan azon, hogy kiköltözünk családilag e, Én ott elkezdtem egy PHD-t Törökországban. Bocsáss meg, az volt a terved, hogy... Hátrahagyod Magyarországot? Hogy volt egy, ilyen e, ide, egy, egy pár évre, igen. Igen, sőt, még egy céget is alapítottam Törökországban, ami egy más kérdés, majd hogyha meghisz megint, akkor arról is beszélünk. Uh, a és akkor a egy... nevét szabad tudni? Hát mindenképpen fontos ez, vagy. Hát te hoztad föl csak az egységet? Hát persze szabad, de most hagyd, ne mondjam be a, itt a, a, az éterbe De szabad, persze sem, tönkre ment már lényegében, úgyhogy megszüntettem. Uh, uh, szerettem volna egy brendet, egy uh, Törökországban egy brendet uh, létesíteni, ami pólókat gyártott volna, de a hát Dunába vizet nehéz hordani. Törökországban a textilipor elég erős, úgyhogy öt félre ö, modelleztem azt, a, azt az üzleti koncepciót, mindegy. Szóval ami a lényeg az, hogy volt egy olyan időszak, amikor szerettem volna családilag Törökországba költözni és egy pár évet ott élni, ö, úgyhogy ezért volt erre szükség. És végül miért nem valósult ez meg? Ö, mert a család nem szeretett volna. És akkor én ezt elfogadtam. Ha már csak fölmerült ez a cégkérdés, ugye forrai Rihárnak van kifejezetten egy török érdekeltségű cége is így ebben a vonatkozásban ki tudod jelenteni, hogy ilyen áttételes üzleti kapcsolatok sem volt egymással. Nem, én nem is tudok ilyen. Én nem ismerem nyilván Forrai Rihádot, kell megkérdezni, nem ismerem az ő cég kapcsolódásait, nem tudok róla, hogy neki lenne törökországi cége, de ha van, akkor, akkor, akkor őtől el kell megkérdezni. És a Villanyúti lakásról van bármi, amit szabad tudni a nyilvánosságnak? Ja, persze, hát hitelt vettünk föl, és majd valamikor 70 éves korunkban át elmondhatjuk, hogy ennek a lakásnak a tulajdonosai lettünk sokszor nyilatkoztad azt, hogy a pártnak alapvetően kifejezetten tagdíjakból, illetve adományokból, vagy adott esetben vállalkozóknak a felajánlásaiból kell működni, ha vállalják a transzparenciát. A te tapasztalataid alapján is vezettél pártot, vittél országos kampányt többször is. Ez egy életképes üzleti modell? Hát nagyon nehéz. Az biztos, de életképes-e? Életképes. Életképes. Hát ö... A, a Magyarországon azért az elmúlt időszakban a mikroadományoknak a, a kérdése, nyilván a, az ellenzéki összefogás mikroadományait inkább most hagyjuk, de azért, ha jól tudom, a Partizán is, a Telex is jó, nagyon sokan mikroadományokból működik, úgyhogy életképes, hogyha te tudsz, föl tudsz mutatni valamit, ami, ami a, ezt a fajta adományozó kedvet e, megteremti, ha hiteles vagy. Úgyhogy, ha a másik reformkor hiteles lesz, és már pedig én azt gondolom, hogy az lesz, akkor, akkor én azt hiszem, hogy bír majd támogatókat vonzani mikor azt hogy erőforrásokban, tagságban, szervezettségben jusson a 2RK, ahol a jobbik tartott 2018-ban? Hm. Mikor szeretném, hogy oda eljussunk? Igen. Mikor a látod ezt reálisan? Hát akkor, akkor jussunk el oda, hogyha ennek megteremtettük a szervezeti, meg, meg szakmai alapjait. Előbb de? De nagyságrendileg, mit mondasz a tagságnak? Hát én azt hiszem, hogy 2026 után fog ez csak eljönni. Uh -huh. Tehát 2026-ban, én úgy látom, hogy 2026-ban be tudunk kerülni az országgyűlésbe. Ugye 2024-ben az európai parlamenti választáson is megmérettetjük magunkat, ott szeretnénk képviselőt küldeni az európai parlamentbe, aki ugye nem én leszek, hanem Pekárné Farkas Emese, akit remélem majd itt ebben a műsorban is láthatnak a nézők és hát 2020-ban az országgyűlésbe kerülünk, és szerintem utána az a négy év lesz lehetőség arra, hogy, hogy a másik reformkor politikai közössége egy, egy, egy nagyon erős alternatívá nője, ki magát. Van még egy utolsó alapítvány, be van nevezve, jegyezve a villányúti lakásotokba, ez a nemzetközi új turanizmus alapítvány, amiben igazából nem volt semmilyen pénzmozgás az utóbbi években, illetve amikor megpróbáltuk megkeresni, milyen szakmai tevékenységet végez, akkor sem találtunk semmit. Mi az az alapítvány, mit szabad róla tudni? E, hát ugye szóba került már többször Törökország, és nekem, nekem fontos a magyarságnak a keleti eredete vagy származása, és én egyrésztről engem bánt, amikor az ellenzék részéről lesz sokszor ilyen gúnytárgyává válik, meg nagyon bánt az, hogy a kormányú lehezést tényleg sokszor gúny egy céltáblájává teszi. És ez egyébként a törökországi hogy mondjam, tanulmányaimhoz is kapcsolódott volna, én szerettem volna ezzel foglalkozni, de aztán nem jutott rá időm. Úgyhogy ez, ez egy ilyen viszonylag hanvában holt kísérlet volt. Amikor Erdogan elnök jön Magyarországra, akkor a delegációjából van bárki, aki felveszi veled a kapcsolatot? Nincs. Neked nincs ilyen nekem, nekem, politikai kapcsolatom jelenleg nincs Törökországgal. Ugye annak idén a parlamentben én a török-magyar baráti tagozat elnöke voltam, tehát hogy korábban volt. Ma nincs, szerintem én nem vagyok rajta a török politikának a radarján. Nekem elsősorban ez nem is politikai kérdés, hanem, hanem kulturális kérdés. Írtam is erről egy könyvet, az Átok és Átokból Áldás című könyvet, ami a, ugye a, a, a turáni kérdésnek, a turáni Igen. átoknak az újra gondolásáról szól. Csak mondd el, kérek egy mondatban, hogy a legfontosabb megállapításod, hogy a nézőinknek az érdeklődését. Hát az, a, az de egyszer csináljunk meg a könyveimről, olyan jó lett volna az elmúlt öt évben beszélni itt róluk. A, az a megállapításom, hogy a keleti eredetünk az nem kell, hogy konfliktusban legyen a nyugati hovatartozásunkkal. Tehát, hogy Koppány és István harcát le kéne végre zárnunk, ez nagyjából így ilyen metafora szintjén az állásponton. Most is vívjuk. Tehát ez a kelet és nyugat közötti pingpongozás, ez most is zajlik. A történelmünknek van egy olyan dinamikája, hogy Na akkor csatlakozzunk a nyugathoz, most fölzárkózunk, nem sikerül, csalódunk benne, és akkor azt mondjuk, hogy na, akkor majd most koppány áll a nyugaton. És szerintem ez, ez egy, ez, egy rossz, ez egy rossz dinamika. Meg kell, el kell tudnunk fogadni azt, hogy mi egy nagy részt keleti gyökerekkel rendelkező nemzet vagyunk, van egy ilyen származásunk, de mi nyugati nép lettünk. Mi vagyunk, a, ahogy mondani, mondom a könyvemben, mi vagyunk a legnyugatibb keleti nép, és egyben a legkeletibb nyugati nép. És hogy ez szerintem ez egy kulturális érték, ebben, ebben lehet találni kulturális értéket. El kell fogadni azt, hogy az országban vannak olyanok, akik ennek inkább a nyugati aspektusával azonosulnak, el kell fogadni azt is, hogy vannak, akik inkább a keleti kulturális aspektusával azonosulnak. Ez a legjobb az lenne, hogyha ezt ilyen békésen és harmonikusan meg tudnánk élni együtt. Lezárva a pénzügyi részét a kérdéskörnek. Um, ugye 2018 ban mondom még egyszer, egy nagyon komoly egzisztenciát hagytál hátra, és látva azt, hogy az alapítványban, illetve főként a cégedben milyen árbevételek vannak éves viszonylatban, azért az kirajzolódik, hogy mindenképpen egzisztenciálisan szerényebb körülmények között kell élned az életedet. Ez ebből a szempontból nem okozott feszültséget a családon belül, hogy a biztos, jól fizető állást ott a bizonytalan, alacsonyabb bevételeket garantáló tevékenységi körért? majd egyszer, hogyha lesz lehetőséged, akkor beszélgess a családommal arról, hogy ők mit, hogyan élték meg a politikai pályafutásomat. És hogy abban nekik mennyire számít az, hogy mennyit keresek. És akkor azt fogják nyilván válaszolni, hogy, hogy az, amit mi átéltünk családilag 2016, 17, 18 idején, azt én senkinek nem kívánom. Ebből egyébként a Valótlanul című mint amit a néni készített, hosszán beszéltél Forrai Richardhoz még egy kérdés. Azoknak a párt szimpatizánsoknak, akiknek az volt a legvonzóbb a kettő RK-ban, hogy egyrészt nincsenek benne korábbi jobbikos frontpolitikusok, hogy számotokra is ez nagyon fontos vállalás volt, hogy új arcokat hoztok be a politikába, valóban a lista egy teljesen fiatal, eddig a közéletben a szélesebb nyilvánosság előtt magát meg nem mutató, de közben egyébként komoly politikai tájékozottságról, bizonyságot tevő múltal rendelkező személy. Szóval akiknek minden szimpatikus volt, hogy ez kvázi egy új lap mindenfajta korábbi kötöttség nélkül, és most szembesülnek fel, hogy mégiscsak Forrai Rihárd címére van bejegyezve a párt, hogyan oldanát fel ezt az ellentmondást, mivel érvelnél nekik? Hát, hogyha ez bárkit zavar, akkor egy szimpla pillanat alatt ez átalakítható. Ennyi. De tényleg akkor nem zavar? Hát ahogy mondtam, baráti kapcsolatban vagyok Forrai Rihárdal, engem nem zavar, de ugye ha ez ha ezt tudom, hogy ez bármikor, bárhol probléma lett, akkor nyilván nem oda jegyeztük volna be. Tehát semmiféle rossz szándék ebben nem motivált bennünket. Azt mondtad korábban, ügyek mentén bárkivel hajlandóak vagytok együtt politizálni. A kilenc ügyel kapcsolatban volt ilyen ellenzéki párt, aki jelezte azt, hogy tárgyalna veletek, adott esetben akár már együtt is működik veletek. Ö, igen, ugye mi azzal kezdtük a munkánkat, hogy az összes pártnak írtunk egy levelet, hogy bár nem készülünk politikai szövetségre egyikükkel sem, de szívesen együttműködünk bármelyikkel az ügyek mentén. És voltak pártok, akik erre válaszoltak, és voltak tárgyalásaink pártokkal, ilyen mutatkozó tárgyalásaink. És igen, van, hogy volt olyan párt, akik, akivel jelen pillanatban is, hát ha nem is együttműködésen, de egy közös vitán, vagy egy közös gondolkodáson úton vagyunk. Megnevezhető a párt? Igen, az LNP-vel lehet, hogy lesz egy vitánk a pártmentes önkormányzatiságról. És mondjuk például a herbál elleni harc kapcsán egyeztettetek a Momentummal, akiknek szintén naprendjükön van ez az ügy? Látod, jobban ü utána jártál, mint én, igen. Tehát, hogy a, a herbál kapcsán december 5-én szervezünk egy herbál prevenciós kerekasztalt, és oda meghívtuk egyébként a Momentumot is, aki szintén elkezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni, aminek mi nagyon örülünk. Tehát, hogy nem nincs bennünk ilyen ügyirigység. Ügy irigység. Ügy Örültünk neki, amikor azt láttuk, hogy a Momentum számára is fontossá vált a kérdés, úgyhogy meghívtuk a lőcsei képviselő urat, és az én tudomásom szerint el is fogadta a meghívást, és ott lesz ezen a kerekasztal beszélgetésem politikai kultúraváltás igényével léptetek föl, amivel igazából maga már Péter is kampányolt 2022-ben. Mm. Segítsek -e megérteni, hogy egyébként egy ilyen célkitűzésnek mik a siker kritériumai, mert gyakorlatilag bármit annak lehet mondani, hogyha a politikai érdekei az adott formációnak ezt kívánják meg. Ugye Márkizai Péter arról beszél, hogy ő beteljesítette a kultúraváltást, te ezt vitattad többek között a fókuszcsoportos műsorban. Igazából számodra mi az, ami megragadhatóvá tenni a politikai kultúraváltás bekövetkeztét? Hát stílus. Két és fél hónap telt el, ami nagyon sok mindenre kevés volt, nagyon sok mindenben még lemaradásunk van, nagyon sok mindenben még nem tudtunk döntése jutni a 2RK-ban, de azért két és fél nap elegendő idő ahhoz, hogy, hogyha megnézed ezt az elmúlt két és fél napot, és mondjuk azzal a szemüveggel nézed meg, vagy azzal a szándékkal, hogy mondotta -e a 2RK bárkiről, vagy képviselte bárkivel kapcsolatban, politikai versenytársakkal kapcsolatban, alpári módon bármit, akkor nem fogsz találni ilyet. Két és fél nap. Még egyszer mondom, nem hosszú idő, de azért ahhoz elég hosszú a magyar politikában, két és fél hónap alatt itt a, a, magyar politika leárulózik, le, le nem tudom, gyúcsányozik, leorbánozik, meg nem tudom, milyen jelzőkkel illeti a másikat. Mi ebből teljesen kiszálltunk, és, és nem azért, mert mi annyira jó emberek vagyunk, néha nekünk is jó lesz keményen visszaszólni, hanem azért, mert, mert, megfogadtuk azt, hogy, hogy egy új politikai stílust szeretnénk a magyar közéletben megjeleníteni, és szerintem ez az első lépés a kultúraváltáshoz. Az által vezetett jobbiknak nagyon fontos pozíciókat biztosítottak a különböző önkormányzati választásokon, a különböző településvezetői, vagy még inkább önkormányzati képviselői helyek. Gyakorlatilag igazából azt lehet mondani, hogy jobbik alternatívát képezve leginkább helyben tudott. Ha mondjuk az LP képviselőket nézzük, akkor valószínűleg neki kevesebb volt az ilyen értelemben vett társadalmi hatásuk. Ugye még a második reformkor civil szervezetként való működtetése során ti a pártmentes önkormányzatiság mellett köteleződtetek el, volt is erről egy kampányotok, amit igazából átvett a párt egy az egyben. Ez nem versenyhátrány most számotokra 2021-es választás követően? De. De. És ez ö, még inkább így lesz a jövőre ö, tekintve. Nem kéne ezen korrigálni akkor? 2023. augusztusában volt egy mátra elvonulásunkon, fél órát akartunk beszélni csak a pártmentes önkormányzatiságról, aztán négy és fél órán keresztül vitáztunk róla, mert hogy felvetődött az a kérdés, hogy jó, jó, ez nagyon szép most, de hát később ez mégis lából lőjük saját magunkat. De végül úgy döntöttünk, és szerintem helyesen, hogy ettől függetlenül nem a párt érdeket fogjuk nézni, hanem azt, hogy mi a jó ennek a, az országnak, vagy mi, a, mi lenne a jó az önkormányzatiságnak, és azt valljuk továbbra is, hogy a pártok inkább ártanak az önkormányzatok terén, mint használnak. Uh, és hogyha mi nem tudunk úgymond a pártként az önkormányzatokban megjelenni, akkor, akkor nem jelenünk meg. Ez egy verseny hát, amit majd mással kell uh, pótolnunk, más területen kell uh, erősödnünk. Um, hozzáteszem, hogy egy kettőerkás tag például önkormányzati ambíciókkal rendelkezik, mondjuk azt mondja egy vidéki tagunk, vagy egy budapesti tagunk, hogy én 2 RK tag vagyok, de szeretnék az önkormányzati választásokon elindulni, akkor azt mi nem zárjuk ki, csak azt mondjuk, hogy mi nem adunk neki logót. Sem most, sem 2029-ben majd. Hanem akkor ő vagy függetlenként, vagy egy helyi civil szervezetnek a, a jelöltjeként induljon el, és mi nem adunk sem logót, sem támogatást a számára. Tehát ő azért kerüljön be az önkormányzatba, mert az emberek tisztelik azt a munkát, amit ő ott végzett, és nem azért, mert kapott egy logót, amin egy ilyen logóparazitaként be tud kúszni a testületbe. De segíts meg értem egy, egy ellentmondást. Tehát egyrésztről az van, hogy a politikai pártokat meg szeretnétek újítani, a politikai kultúrát szeretnétek megújítani, de pont az egyik legfontosabb szintén az önkormányzatokban nem lesztek jelen, az gyakorlatilag átengedetek pont azoknak a pártoknak, akiknek igazából a tevékenységét elítélendőnek vagy meghaladandónak tartjátok. Ebben a versenyben nem lesztek részt. Attól, hogy a kettő nem lesznek saját jelöltei, nem fognak a civil jelöltek kivirágzani hanem az lesz, hogy sokkal inkább megmarad ez a tér a pártok számára. De látod, pont ez is azt bizonyítja, hogy mi nem a mában gondolkodunk csak, meg nem a következő választásban, hanem hosszabb távon. Tehát, hogy mi most próbáljunk lefektetni valamit, amit hogy hogyan képzeljük el Magyarországot, mondjuk a ner után, és ahhoz pedig megpróbálunk hitelességet építeni, találni, hogy ezt hitelesen tudjuk képviselni is nehéz hitelesen képviselni úgy a pártmentes önkormányzatot, hogyha közvetlen az önkormányzati választáson, ott babrálsz a többi pártal. Mi ebből az egészből kivonultunk, és nyilván a jelenlegi szituációban az lesz, hogy igen, a többi párt majd ott lesz, és osztozkodik, és mindenféle vitákat folytat, aztán pedig az önkormányzatok működését akadályozza, vagy a légkörüket rontja. Ettől függetlenül a mi koncepciónk az, azt hiszem, hogy, hogy hitelesen képviselhető lesz a 29-es választásokon idején, meg a, a, abban a pillanatban, amikor esetleg megnyílik az a politikai tér, hogy ez a kérés valóban felvethető lesz. Mert hogyha mondjuk Magyarországon lenne erről egy népszavazást ételezzük föl, hogy van-e szükség a pártokra az önkormányzatokban, vagy inkább azt bízzuk a helyi civil szervezetekre, akkor én azt gondolom, hogy a kettő erkáláspontja szerezne többséget. Tehát ennek jelen pillanatban... Ö, nem társadalmi akadályai vannak, sok, sok, dolognak társadalmi akadálya van, ennek politikai akadálya van. De ez nem technikai kérdés, tehát nyilvánvalóan ezek a civil szervezetek simán befarcolhatnak politikai pártokhoz, vagy civil szervezetekben indulhatnak egyébként politikusok. Ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag nagyon sok településen most valami hasonló játszódik le. Tehát a pártpolitikai befolyás mentessének nem azt tűnik az a, a, nem tudom, biztosítékának, hogy maguk a pártok, mint jelölő szervezetek nincsenek ott a szavazólapon. Igen, ez, ez nyilván ez a, ezt a veszélyel is számoltunk, és ez a veszély is benne van, hogy egy ideig a pártok lényegében ott sertepertélnek majd ezen civil szervezetek körül, vagy a civil szervezetekben belül, de az egészen más szituáció, amikor mondjuk te úgy leszel polgármester, hogy nem egy párt támogatott, hanem te egy civil szervezetként vagy polgármester, és mondjuk jön a telefon a párt hogy ezt és azt kéne csinálni, már egyel több szabadságfokot van, hogyha te a saját civil szervezetedben lettél pártelnök. Másrésztről én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan lokálpatrióta van szerte az országban szinte minden településen, akik azért nem lépnek be a politika, az önkormányzati politika terébe, mert, mert a pártpolitika távol tartja őket. Azt mondják, hogy én inkább ebben nem akarok bekapcsolódni. Én azt hiszem, hogy ha ez a rendszer elindulna, vagy bevezetnénk a pártmentes önkormányzatiságot, akkor egy sokkal pozitívabb szelekció jelenne meg a képviselőtestületi választásokon. Most inkább kontraszelekciót érzek politikai irányból. Tehát, hogy kádereket tolnak le a pártok az önkormányzatokba, akik jól végezték a pártmunkát, ezért most akkor önkormányzati képviselők lesznek a logó segítségével a mi olvasatunkban meg nyilván fokozatosan és nem egy lépésben, de megerősödhetnek olyan helyi civil és lokál patriót a kezdeményezések, amelyek egy idő után teljesen le tudják rázni a pártpolitikai gyámkodást. És mit válaszolsz azoknak a szimpatizánsaitoknak, jövőbeni szavazóitoknak, akik azt mondják, hogy elnök úr, én a saját településemen szeretném, ha lenne kettő RK-s képviselőjelölt, polgármesterjelölt, mert én az önök pártjaval értek egyet, szeretném, ha ennek a pártnak lenne képviselete, rajtuk keresztül nekem lenne képviseletem az a saját településemen. Miért kell nekem ehhez várnom 2029-ig? Tehát akkor arra azt mondjuk, mint hogy most is mondjuk 2024-ben az önkormányzati választásokon, hogy mindenki keressen olyan helyi civil szervezetet, amelyet jó szívvel tud támogatni, és amelyik nem kötődik pártokhoz. Hála Istennek egyébként vannak ilyen civil szervezetek most is, amelyek nem csak ilyen pártok által gründolt civil szervezetek, hanem valódi helyi civil szervezetek indulnak önkormányzati választásokon, és képviselőket juttatnak a. 3500 a 3500 település elenyésző részén, vagy pontosabban lehet, hogy akkor... elenyésző részén, de amikor a nagyvárosokban például biztos, hogy ez egy ritka Lehetőség. Jó, akkor ha valaki megkeres és azt mondja, hogy én nagyon szeretném, hogy ha a 2RK képviselné magát az én településemben, mert itt a 2RK-val értek egyet, akkor neki azt tudjuk hogy csináld meg te ezt a civil szervezetet és indulja a választásokon. De a 2RK nem vállal akkor a nem. szerepet. Nem. Elmítettük már a 4 dd nek ezt a nagy hatású dokumentumfilmét, ami az úgynevezett fekete kampányokról szólt, valótlanul a címe, jelenleg majdnem fél millió megtekintésnél tart, te is szerepeltél benne többek között, kifejezetten a kormány médiával szemben, akkor továbbra sem tudod megmondani, hogy hány győztes pered volt. Mm. mivel magyarázod, hogy az újbóli megjelenésed óta ez a propagandagépezet, ami 2016 és 2018 között um, gyakorlatilag mindent elmondott rólad, amivel negatívumot el lehet mondani egy jelöltről, a szexuális orientációddal kapcsolatban, a vélt vagy valós vallás identitásodon keresztül, és most próbálok nagyon filman fogalmazni, miközben valóban egy rendkívül drúrva, rendkívül agresszív, rendkívül módon becsmérelő kampányügyüttesnek volt az áldozata. Szóval hogy ez, amióta visszatértél a politikai porondra, nem kíséri a munkásságodat. Ezt hát ki kell érdemelni, úgy tűnik, a... nem, nem látok Rogán Antal fejébe, de azt hiszem, hogy még nem tartott a kettő RK azon a szinten, hogy ez meginduljon. Ha majd lesz 20%-unk, akkor valószínűleg megint kiderülnek róla mindenféle dolgok. Tehát akkor egyetértesz azzal a kritikával, hogy a jelenlegi 2RK nem veszélyezteti a Fidesz hatalmát, és éppen ezért a Fidesznek nem áll érdekében lőni rád. Igen, valószínűleg így lehet. És azt gondolod, hogy ez a kb. 20%-os küszöbnél fog majd megváltozni? Nem, ezt szerintem ez hamarabb meg fog változni, abban a pillanatban, amikor a Fidesz fölismeri azt, hogy a 2RK az ma Magyarországon szerintem az, ami valódi alternatívát tud képezni. Hm említetted, hogy a családodat rendkívül módon megviselte ez a kampány, és erre utal szerintem a filmben is. Mm. Az, hogy visszatértél a politikába, mi a garanciája annak, hogy hasonlóképpen nem fog komoly támadás sorozat érni téged? Vagy mondok még inkább mást, a pártagságát, akik fiatal, adott esetben tapasztalatlan emberekből állnak, és nem biztos, hogy föl vannak készül arra, hogy mivel jár együtt az ellenzéki politizálás. Ezzel például foglalkozik -e a párt? Foglalkozik, igen. Hát, hogy én egy picit ilyen játékos edző szerepet töltök be ebben a pártban. Tehát, hogy nem csak elnök vagyok, hanem azt hiszem mentor is. Nagyon sok fiatal van. A hozzánk jelentkezőknek a 70%-a egyébként 30 év alatti, és, és olyanok, akik nem nagyon voltak korábban politikában, nyilván nem csak az életkorukból fakadóan, hanem, hanem az irányultságukból fakadóan is. És és hát őket én próbálom erre felkészíteni, mert úgy tűnik, hogy a magyar politikában rövid távon ez, ez, ez még nem fog megoldódni. Tehát az én esetem, vagy a, a hozzánk eset, vagy a hozzám hasonlóak esete, ami ugye ez a 444 videó is feldolgozott, sajnos azt üzeni a mindenkori kormányzatnak, hogy megéri erre néhány tíz, néhány százmillió forintot elkülöníteni, le kell darálni az ellenfeleinket, és megnyertük a választást. Tehát ennek sajnos ez az üzenet, ez maradt ott az asztalon, mint üzenet a kormány felé de én arra számítok, hogy, hogy ez rövid távon nem fog változni, úgy próbálom ezeket a fiatalokat erre felkészíteni lelkileg. Ami nem nem, nem egyszerű, mert szerintem erre nem lehet felkészülni. Ezt akarom kérdezni, igazából ez a lelki felkészítés kérdése, tehát akkor, amikor százszámra jelennek meg a lejárató cikkek, száz számra jelennek meg a különböző közösségi médiás posztok, amikkel szemben a jogorvoslati lehetőség is rendkívül gyenge, te ezt pontosan tudod. Valószínűleg sokkal több pert indíthatatok volna, egyáltalán állna megragadható jogi személyiség egy, egy ilyen eljárás mögött. Ráadásul valljuk be őszintén, szóval ezeket az összegeket könnyedén ki tudja kölögni a kormányzati média gépezet, és mire egyáltalán eljut odáig, hogy bírósági döntés születik, már a sokadik lejárató kampányt fogják újból és újból elindítani, ember legyen a talpán, aki ezt még tudja vinni, és egyébként mindig újabb és újabb bírósági beadványokkal bombázni az érintetteket. Tehát, hogy valószínűleg itt nem csak a lelki felkészítés a kérdés, van-e más válaszod arra, hogy mit lehet tenni egy ilyen médiakörnyezetben, és ha az ember politizálni akar a ner szemben, azon kívül, hogy hát sok erőt hozzá. Hát szerintem ez lelki kérdés. Én ezt, ezt vitatnám, ezt az állítást, hogy ez nem csak lelki kérdés, ez, ez szinte kizárólag lelki kérdés. És, és akkor tudod ezt jól átvészelni, hogyha van közösség, aki ebben téged segít. Neked nem volt 2018-ban? Hát de volt, volt. volt, egy, volt. A családon kívül? Nyilván, meg hát voltak barát, volt egy baráti kör, vagy barátok, vagy meg voltak a legközelebbi munkatársaim. Akik, akik. De a politikai közösséged? E, az nem volt. És akkor a szél, hogy ebből a szempontból is szolidárisabb és ellenállóbb legyen a 2RK? E, e, így van. Tehát, hogy amikor valakit megtámadnak, az ne érezze magát annyira egyedül, mint amennyire sokszor én éreztem magam egyedül. És ezért is van az, hogy mi a 2RK-n belül... E, azt mondjuk, hogy nem alapvetően nem csak és nem elsősorban párt vagyunk, hanem közösségnek kell lennünk. És hogy amilyen pártot építesz, olyan országra tudsz ajánlatot tenni. És ez nem csak a támadások elviselésére vonatkozik, hanem minden másra. Tehát például a másik reformkort, ami, ami vitákra kell, hogy épüljön, konstruktív, nyilvános vitákra, azt először belül kell megélni. Mi szeretünk belül vitázni. Tehát például december 9-én lesz egy budapesti rendezvényünk, ahol minden bizonyal én fogok vitázni, pekárni farkasemese alelnök asszonyon, és azt megmutatni, hogy. És akkor mi van? Mi van, hogyha vannak olyan kérdések, amiben egy párt, két vezető politikusa nem ért egyet? Összedől le az ország, vagy a ház, ettől nem dől össze. És sőt, az országnak is úgy kéne működnie, hogy vannak közös ügyek, amelyek összekötnek bennünket, ugye nekünk is megvannak ezek a közös ügyek, meg van egy olyan csomó, csomó kérdés, ami, amiben meg nem értünk egyet, de konstruktívan meg tudjuk vitatni, és ez is összeköt, vé, a, a nap végén ez is összeköt bennünket. 2018 nem csak vloggerként tértél ki vissza a magyar közéletbe, és nem csak könyvek szerzőjeként, hanem publicisztikákat is írtál, illetve részt vettél több olyan műsorban, ami hát a politika kommentálásával foglalkozott. És érdekelne, hogy miközben sokat beszélsz a magyar politika toxikus mi voltáról, Ö, és ezt alapvetően egyébként a közbeszéd szinte mindig a fidesz vagy az ellenzéki pártok tevékenységével azonosítja be. Mi gondolsz a saját politikai kommentátori működésedről? Szerinted ez a típusú beszélőfej ö, működésmód nem része ugyanannak a problémakörnek, amit nagyon sokszor csak a pártodnak szignál ki a közvélemény? Hát nem tudom, én, én a, az írásaimmal, meg az elemzéseimmel pontosan arra törekedtem, amire most a kettő RK-ban is politikusként, hogy a, ezeket a törzsi buborékokat pukkasszuk szét. És pró próbáljunk meg egyik vagy másik álláspont irányában is találni jót, vagy racionalitást, vagy akár mind a két irányba kritikusnak maradni. Vagy minden, minden A vélemény sorok nem ezeket a buborékokat hivatottak megerősíteni? Hát, hogy ki mire hivatott, vagy ki mit akar, azt én nem tudom. Hogy én mit akartam, a hírműsorokban, vagy az újságcikkeimben, vagy az elemzéseim által, az viszont igen, én azt szerettem volna, hogy a törzsi konfliktusok világát megpróbálja a magyar társadalom kinőni. Tettem mindezt úgy, hogy én volt törzsfőnök vagyok, tehát hogy én, én egy törzsnek, egy vehemens törzsnek voltam a vehemens elnöke, tehát hogy én úgy beszélek erről, tehát, hogy én tudom, hogy ez mit jelent, én átéltem, nem csak ilyen politológiai szemlékben olvastam róla, hanem átéltem, és, és megtapasztaltam, hogy ez nem vezet sehová. De ez nem választás kérdésed, tehát érted, hogy ez a 2RK komoly tényezője lesz a közéletnek, és nyilván ez az ambíciótok, és komoly támadásokat fog kapni a Fidesz részéről, az ellenzék részéről, és így tovább, ott is el fogja várni a közösség, hogy Gábor, állj ki, végy meg minket, és bele fog kényszeríteni egy olyan működésmódba, amivel kapcsolatban lehet, hogy továbbra is konfliktusod van. Nem, mert ahhoz fogunk szocializálódni, és ahhoz próbáljuk magunkat szocializálódni, hogy nyilván, a valami igaztalan támadás ér bennünket, akkor meg kell védeni magunkat. De miért is jelenti a védekezés azt, hogy te elkezded a másikat pocskondiázni? Csak úgy tudod magad megvédeni, hogy azt mondod, hogy te meg ilyen vagy, te meg olyan vagy. Mi megpróbáljuk, megvittük magunkat, és aztán leporoljuk ezt az ügyet, és, és koncentrálunk a, a feladatunkra, vagy a munkánkra. Ugye beszéltünk itt már a stílusról, ez például szerintem egy fontos tartozéka ennek a kultúraváltásnak, vagy stílusnak, hogy az ilyen odadobott kesztyűket, azokat nem kell mindig fölvenni, és nem kell mindig párbajozni a politikában. Száró kérdés. Mi az, amit úgy érzed, hogy elvett tőled a NER, és már soha nem fogsz visszakapni? Hm. Hú. 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 Jó kérdés. Nem tudok ilyet most. Inkább azt mondanám, hogy, hogy az, amit nyilván 18-at vett el tőlem a NER, meg inkább, és azt, azt, azt hogy ott akkor kormányt váltsunk, de végül is ezzel jót tett, azt hiszem. Mert ez akkor nem történik, mert akkor most nem ülnék itt a másik reformkor vezetőjeként, és, és én azt hiszem, hogy most sokkal önazonosabban tudok itt ülni, mint 2018-ban az akkori politikai szerepemben. Ha 2018-at mondod, akkor sajnos muszáj megkérdeznem, a másik reformkor párt hívei, tagjai, mivel számolhatnak, lesz -e valaha Vona Gábor, Magyarország miniszterelnöke a saját ambíciója alapján? Nem. Vona Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Gyere majd máskor is. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a beszélgetésem Vona Gáborral, a második reformkor párt elnökével. Ha esetleg menet közben csatlakoztál volna be, <coughs> bocsánat, a beszélgetésbe, akkor mindenképpen nézd meg a legelejétől, mert szerintem kifejezetten izgalmas, átfogó beszélgetés volt ez, számos témát érintettünk. Ha még nem indultkoztam volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve, hogy az adás elején úgy most is elmondom, hogy elindult a péntek reggel a Partizán hírháttérszolgáltatása, amelyben minden péntek reggel kiválasztunk neked egy számot, és ezen a számon keresztül elmesélünk egy társadalmi jelenséget. Ha nem szeretnél lemaradni, és szeretnéd az átfogó hírszolgáltatásból megkapni a saját csomagodat, akkor mindenképpen iratkozz fel erre a leírásban található linken keresztül, és akkor kapsz egy hírlevelet, benne egy podcastot, sőt, még egy rövid videót is. Ha megtetted, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket megtalálod a leírásban. Ha van kérdésed, észrevételed, akkor pedig a komment szekcióban várunk. Ha tetszett, amit láttál, akkor a like gomb megnyomásával tudod pörgetni az algoritmust a mi érdekünkben. Ezt előre is köszönjük. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én már Mártó voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.